Na most ott van a Twitch, úgyhogy szerintem egyelőre így hagyom, és maximum, hogyha sikerül, akkor legalább bejöttek a köldbe, azt annyi. Ja, jó van, nem kell behányni egyből. Várjál, rituált azt nem tartunk, itt ceremóniát azt tartunk. Nem tudom egyébként, valahogy itt így néztem rengeteget egyébként a Pencivel. Azt így egy nyom, jó? Hát nem tudok mit csinálni. Hozzuk a devotion-t. Szemmegyünk. Ja, meg a izét kéne. Nem akarom ezt a ruhát hordani. Ezt akarom hordani. Sokkal jobb. Jó. Van valaki meggyónt, igen. Van egy tök jó új trét egyébként, amit kicsit későn vettem észre. Viszont az a trétnek a lényege, hogy amelyik follower, tehát amelyik őt aki elmegy tojcizni, és oda csinál nekem valahova, az aranyat fog. Aranyat fog nekem kaksizni. Szóval meg kéne próbálnunk minél többet arra rámenni, hogy nekem aranyat toljatok minél többet. Jó. Viszont muszáj a kis tököket nyomatni. Miért vagytok rosszul? What do you mean? Tiszta jó minden. Golden Goody. Jó, még egy tök szídem volt. Többi ez Barry. Mindjárt adunk hozzá. Mert van egy csomó fertilizer. Ez nem is tudom, hogy milyen fertilizer, ezt hozzáadjuk. És ezekre adok egy előre simát. És nektek milyen napotok voltam, úgy jól vagytok, minden oké? Minden szupi, leértek a virágok is. Ó, nagyon sír. Mikor se lassan fel kéne upgrade-elnünk a házat. Vagy nem házat, mi az, farmot. Jó lenne, hogyha ti szednétek most már ezeket a cuccokat, mert annyival megy az idő folyamatosan. És nem tudok menni. Most már nem kéne ennyi virág, most azt mondtam, inkább csak berit ültetek, azt csak. Most nagyon-nagyon sok, mondjuk majd a healingre úgyis kell. De jó, hogy éheztek, de miért éheztek? Ja, de csak agymosodtak vagytok, attól még éhesek vagytok. Na várjál. Hol van a cooking station? Hova raktuk? Szóna. Jó, egyelőre adok ilyet. Fűből ellesztek egy darabig, mert ugye azt választottuk úgyis. Majd csinálok mindjárt berriket. És akkor legalább ellesztek. Ez az öntözd. De szerem miért ilyen beteg? What the freak? Ezt is megöntözzük. Egyikhez kell adni fertilizert, mert gyorsabban megnő. Így. Ugye ehhez még magot se adtam. Oké. Jó. Jó, ez itt kész. Ezt itt behúzzuk. Én nem értem, hogy miért nem megy el amúgy. Menjél már el pihenni. Hát az ég áldja meg. Jó, se van. Fú, ennyire nincsen kövünk. Azt a mindenit. Hát, hogy meg fogunk toszódni. Oh, mennyi szar. Várjál. Mennyi vágyos. Ó, az mi? Devoted fertilizer. What? Na várjál, ilyet se láttam még. Wait. Hol van a... Inventor? Ez mi? Crops grown with this will generate devotion when fully grown. Menj már, és ez mit csinál?
Ja, hogy ezek, ezek instant, igen. Ezek goldot adnak, igen. Ez a sima nutrition. Jó, akkor, akkor... Jével. Ja, most el vagyok kül. Ja, tényleg, mert én is beléptem már múltkor. Jó. Na jó, spend vegetable fees, de nekünk az nem volt meg, és nem tudom, hogy miért. Splendid. Igen, nekünk az nincs meg, és nem tudom, hogy miért. Nagyon szarul állunk, nincs goldunk. És még nem tudunk eladni, nem? Ja, de már tudunk eladni. Most nagyon jól állunk csonttal, de csontot nem merek eladni. Egy picit tunát adok el. Fát. Hát, nem tudom, hogy ezeket elmerjem adni. Mondjuk 20-at ér. Ez elég jó. Ez 3-at ér. Beleadunk egy párat, ez is 3-at ér. Jó, egyelőre ennyi, és akkor tudunk-e valamit még építeni? Ugye a kripta az már most tele van, eszem. Ügyintézéssel telt szinte az egész nap, bejelentkezem a munkanélkülbe, hétfőn pedig kijelentkezek. Holnap kezdek a másik munkahelyen. Hirtem az Iponnak, hogy mi a helyzet, és nem tudtak semmit sem mondani, hogy csak annyit, hogy folyamatban van. Hát jó, de még meddig van folyamatban, érten? De ez már kicsit sok. Vibekét, Dragon, Mando, Semit, Psycho, de mindenkit fel kéne majd szedni. Még egy picit agymosottak vagytok, addig kéne gyorsan elmenni egy-két helyre. Várjál. Mennyire adod? 50, jó van, persze. Ez drága. 3-ba kerül, veszünk egy párat. Oké. És megnézzük a... Oh! You see? Most decide van. Most láttok valamit? Valaki lát valamit? Így, hogy decide van. Ez mi a tököm? Silk thread? Lehet silk threadet csinálni? Semmit nem láttak. Hát jó. Sajnálom. De pedig valami volt, mert beadta izét, hogy a rituálékat lerezetelt, láttad? Ez így valami történt? Nem is értem. Nagyon fura. Még azt lehetne megnézni, hogy... Pedig nem is vette le a brain... Ja, mondjuk lehet, hogy azért, mert az még tart. Várjál, de visszahozni még nem tudunk embereket? It's follower ritual, like sacrifice. Jó, akkor még... Akkor az még nincs meg, hogy visszahozzuk az embereket. Jó, várjál, gyónjunk egyet. Gyónjunk egyet. Még Zolcsival. Jó, zsír. Gyorsan ellátogatok a többire. Hát nem tudom, hogy így mit fogunk tudni még csinálni. Mondjuk lehet, hogy aztán, hogyha kihozzák a DLC-t, akkor aztán meg megjavul, és akkor már nem lesz gond. Még behúzzuk ezt a kis devotion. És megnézzük, hogy kell-e kártyázni amúgy. Aha, kell. Ja, még nem is voltunk itt. Jó. Akkor viszont le kell nyomni. Vagy itt nem kellett valamit csinálni? Nem. Jaj, emlékeztek erre a izére? Erre a Knucklebones? Egyébként csináltak belőle valami játékot, amit kiadtak. Tök jó. Ugye az a lényeg ennek a kockás játéknak, a dobó kockás játéknak, hogy ugye valahova ugye mindig kipörget valamit, és ugye lehet rakni ezeket a kockákat is, hogyha
ha ugye neked van több a kör végére, mikor valakinek ugye betellik gyakorlatilag a, az összes hely, és neked van a legtöbb pontod, akkor te nyersz. És hogyha... hogyha olyat raksz le abba a sorba, ami a másik sorba az eneminek szintén van, mint például én ide rakom az ötöst, akkor az destroyolja az övét. És nyilván az nyer, akinek több pontja van. Viszont, hogyha én össze tudnék rakni mondjuk két hatost egy sorba, akkor az már duplának számít. Ha hármat tudnék összerakni, akkor az már triplának. És így tovább. Látod? Ő neki most összejött egy dupla, és ez már 24-et éri, nem 12-t. Na, így már kind of vesztésre állunk. Sadly. Ennek jobb hatosok jöttek ki, és ezt a hatos már sem tudom venni tőle. Na most még talán el tudom venni, mert elvette az ötöseket. Nem volt annyi az, hogy... Na, most itt lakom például a hatos, akkor disztrojolom a két hatosát, és már előrébb vagyunk. Úgyhogy ez kicsit ilyen szerencse alapúnak tűnik az egész, de... Azért nem is tettem, most disztrojoltam a négyeseket. Nem fogunk így nyerni, te. Jó, ez most actually... No! Ez nagyon unlucky! Ez nagyon unlucky. Jó, most ide rakjuk. Okay, it's still good. Jával, hogyha én ide rakom, akkor már... Az a baj, hogy nekem egyeseim vannak ezekkel az egy... És valószínűleg, hát, ha ide rakom a hatost, akkor izé... Akkor még van esély. Já, lőjük ki a hatosát. Ezzel még egy duplánk van, akkor ez már 37. No! Basszus! És pont kijött neki egy kettes. Na hát ez neki. És addig kell ezt csinálnom, amíg őt le nem nyomom. Tehát le kell nyomni. Mindenféleképpen. Szia, Oszti! Szia! És addig kell nyomni, amíg ugye, de majd lesz ugye több is. Tehát lesz több ellenfél majd. Ratou csak a legelső és a legkönnyebb. És már ezzel egy kicsit szenvednek. Nem tudom, ezt nem szerettem soha. De milyen, miket kapok, hallod? Mik ezek a kockák? 1, 2, 3. Jesus. Ezt a hatost a szőn gyorsan kikéne. Az jó. És duplán. Hát ez úgy már nem jó. Ötöst. Azt még ide rakhatunk. Ha már lesz itt az én ötösömet. Are you serious, bro? Jó. Ezzel még vissza is hoztuk actually. Oké. Egy hatost. Hát ezt megpróbáljuk ide. Hát ha. Banyek! Hát de, hallod, miket rollal ki ezt te? Tiszta kamu az ember. Jó, nem rakta oda a hatosomra. Annyi előnyünk van. Mocskos csaló. Egy ötös. Hát ezt megpróbáljuk kiütni. A kettesét kéne kiütni valahogy gyorsan. Az még sokat ad neki. Négyes. És itt van, de nekünk meg itt van. Ez nem rossz. Jó, üsd ki az egyesemet, ez nem érdekel. Igazából, jó, menjen ide. Tehát, ha kijön egy hatos, mert még kijöhet egy hatos. Ó, jó. Eddig jó. Jó. Ó, és kijött egy ötös. Nagyon jó, és most csak egy.
Jó, akkor kettő. Nem, így is kettőnk, nyertünk. Jó, jó. Mert ő meg kirakta az utolsót. Jó, most még ráduplásztunk, úgyhogy easy, easy. Lehet, hogy megvertünk pár szó csalásért. Lehet, lehet. Na, és ebben meg is kaptuk az egyik cursed kártyát, hogy kapunk plusz extra szívecskét ugye majd a cruzédeken, hogyha ha találkozunk. És nem akarok, mert lehet egyébként pénzért is menni, tehát lehet olyat is játszani. Viszont én most nem akarok, én most le akarok menni a partra, és meg kell nézni, tudunk-e, ki kéne próbálni ezt az autófist egyébként. Az igazság, hogy... És nem tudom mit végül. Valószínűleg körzöket kéne nyilván venni először. Na kedvencem. Jó, kérem szépen a nézzél. Kristályokat kell nekik hozni. Ú, akkor ez valami új. Ez megint valami új. Várja, van sold out a follower form. Jó. Várjál, próbáljuk akkor már ki ezt az autó. Ez nagyon érdekel, hogy ez hogy működik. Tehát ugye van autókuk, autócraft, autófish. És én ezt nagyon szeretném megnézni, hogy ez hogy működik. Menj már! Nem én csinálom. De ezt nem én csinálom. Ez de jó! Hát mondjuk ez azért egy kicsit megkönnyíti a dolgokat. Jó, tudom, egyébként iszonyat csalás, de mennyivel könnyebb már, mint nyomogatni, mint a gyönge őrült. Ez tök jó. Hát ez így sokkal kényelmesebb, nem megy el ezzel az idő. Hozzá se kell nyúlnom, csak addig, míg bedobjuk a csalit. És gyakorlatilag ott van középen a izé. És ez nem, akkor nem számít difficultyhez. Vagy, tehát értitek, hogy, de tudom húzni egyébként a izét, ha nagyon akarom. Tehát ezt most én húztam ki például. Mert ő viszont nem dobja be elég messze szerintem. Látod? Tehát az a baj az autófüsszel így, ilyen szempontból, hogy ő viszont nem dobja be elég messze, tehát hogy túl messze vannak a halak, akkor nem jó. Jaj, akkor nem jó. Szóval ezt eddig mindenképp, de amúgy jó. amúgy tetszik. Ebben látszik, hogy ezt már az egyébben rángatom össze-vissza, mint egy őrült, érted? Ó, oh, ez még mindig jobb, mint a Stardew Valley, és attól egyszerűen megőrülök. Tehát tudom, hogy egy csomó minden kellene hozzá Stardew-ba, hogy egyél kaját, meg tegyél fel úszót, meg csalit, meg ütve, de egyszerűen az fú... Az borzasztóan nehéz. És akkor még nem is nagyon... Egyetlen egy legendárit fogtam még csak ott. Nem is sokat, megérted? Így nem mentem úgy rá, kimondottan. És így is egy csomó hal van, amivel annyira küzdök, de annyira küzdök, mint malac a jégen gyakorlatilag. Na? Nem érdekel a téma? De hát nem tudom neked oda dobni. Várjál, ezt még oda kellett neki adni, nem? És magam nem. És akkor... Ah, még kapunk egy fragmentet, nagyon jó. De valami még kell, valamelyik a polip kellett neki, most nem figyeltem hirtelen. Nem, ez a homár. Homár kell neki, jó. Oké, zsír. Na, most, hogy kifogtunk minden halat. Hát nem tudom, megéri-e megvenni a körzöket, de figyelj, igazából úgy... Oh, az 20% kezdőzőnye volt, oh my god, akkor megveszünk. Igen. Az a baj, drágák. Majd megnézni, ha lesz rá, hát ha lesz rá, ezért, ami kedvezni. Itt is van a gombásoknál.
Nézzük, itt van-e valami kedvezmény? 35, 25, 30, az nagyon, nagyon sok. Az nagyon sok. 50, 50, 50, az is nagyon sok. Van-e itt még valami? Várj, itt az egyik follower formát még meg tudtuk venni? Hoppá, melyiket? A kapibara! Vagy van még? Várj, melyik van még itt? Van egy csomó új, meg jön egyébként, hétfő jön az új DLC. Ez a róka, a sivatagi róka, azt hiszem. Hétfő jön az új DLC, ami miatt is akartam játszani. Itt a kisbika, igen. És még mindig van. Várjál. Kis zebra, zsiráf, igen. És ennyi. Jó. Jaj, a csiguszokat nem csináltam. Hú, most hirtelen nem is tudom, hol vannak még csigák, várjál. Egy, ez biztos, hogy itt volt. Volt egy lent a parton, igaz? Itt valahol lent, bal oldal talán. Várjál. Aha, itt van. Oké. Okay. Azért mondom, mert már sárkont azt így szedtünk. És azt hiszem a ratatúinál is van. Ratatúi. Hol van a? Azért itt van hátul. Oké. Okay. És nem tudom, hogy hol van még. Azt hiszem... Jaj, majd még fog megnyílni a dock. Azt hiszem ott is van. És megint decide van. Valaki lát valamit? Esetleg. Vagy csak magától fog decide-olni, és annyi. Refinery. Valamit akartuk. Ja, itt a farmer. Akkor ezt kell nekünk most. Vagy szedjétek be ti a cuccokat. Valaki lát valamit esetleg? Semmit most se. Jó. Ja, semmi baj, nem azért, csak reméltem, hogy láttok. Next missionary can't fail. De valami történik, látod? Tehát, hogy valami decide-ol helyettetek, seems like, mert hogy... De miért betegek már megint? Várjál. Jó, kitakarítok. Meg adok kaját, várjál. Várjál. Lehet, hogy most járt le az, hogy kimostam az agyatokat. Aha, most járt le, hogy kimostam az agyatokat, azért vagytok ilyen éhesek. Hogyha be voltatok szívva, akkor utána nagyon éhesek vagytok. Meg kell építenünk egy healing izét, mert folyamatosan betegek vagytok. És nem tudom, hogy megvan-e építve már, várjál. Outhouse healing bay. Íh, nincsen még. Akkor viszont mindenki bed rest. Kucsinak adunk egy ajándékot. Vagy mennyi van ő? Mennyi van kucsi? Neki adhatunk még ajándékot, jó. Tessék. Nyaklánc is van rajta. Mini-mi. It's a mini-mi. Thank you. Azt hiszem, megy kulálni. Lehet, hogy nem ér oda. De jó, nem ért be. Nagyon jó, csodálatos. Menjetek akkor mindannyian üzélni, pihenni. Közt kitakarítjuk. Valaki csinálja már farmatlól. De mikor jövök én vissza? Még egy nap. Úgy megint valaki idehányt. Isten áldjon meg titeket. Várja, valakivel gyónok egy-egy gyorsan. Hát jó sokan vagytok. Talán
nem tudom, hogy kell kimondani a nevét. Juid? Juid? David? Ez a leghatékonyabb, mert nem pici még. Jó, gyorsan tartunk egy ceremóniát. Pénzt nem adtok még be? Ó, de! Adtok be pénzt! Let's go! Finally! Viszont most stabilabb az FPS, de majd mindjárt elmegyünk fájtolni, aztán megnézzük. 69! Are you serious? 69! De miért? Ne már! Egy darab kellett volna! Bro! Ne már! Várjál, a tökeim mindegy... Oh, gold bart adott! Ez nem csak simán gold coint, hanem vagy gold coint, vagy gold bart, vagy valamilyen goldos cuccot ad. Szedjed, Zolcsi, mert itt pénz kell. Ú, de jó, nagyon sok tököm van. Let's go! Csak a tököm. Így. Így. És akkor mindenhova máshova megrakunk izét. Berrit. Yes, sok tököm van. Akkor ezeket viszont elrakom izébe, aranyba. Csak egy, látod? Nekem nem. Nekem több. Ez nagyon tetszik, hogy ráadásul instant megnő, ez nagyon király. És ha szerencsénk van, akkor mindegyikből esik legalább egy pumpkin seed. Szia, kutyi! Ezt is leszedjük. Abba is esett egy pumpkin seed, és abba is esett egy pumpkin seed zsír. Nagyon király. Mi az, hogy Breaking meghal? Menj már pihenni, hát nem igaz. Miért kell rátok szólni? Miért vagytok ilyen nyomik? Öcsém, és amúgy... Hú, nagyon kell a healing bay. Nagyon-nagyon gyorsan kell a healing bay, bro. Gyorsan csinálunk köveket. Úgyhogy lehet, hogyha meg lesz a devotion, akkor nagyon gyorsan rámegyek, hogy gyógyuljatok, mert ez nem jó így. Jaj, már csak ilyen fertilizerem van. Jó. Oké. Okay. És akkor berry. Ezeket én segítek izé leszedni. Hozd berry. Ugye elmegyünk egy izére, egy cruzédra, nagyon-nagyon beteg, és amúgy az a furcsa, hogy nem értem, miért vagytok ilyen, ja, mondjuk, hogy tele van a budi, azt látom. Shit! Menj már te is, hallod, mert megpusztul! És nem megy, ha nem majd nem. Ó, este van, várj ezeket, nem. Ezeket el kéne kapni, ó, oké, egy. Kettő. De. Menj már innen! Fókot akarom! Pókot akarom. Golden poop! Let's go! Na ez. Valakinek van egy olyan trékje, hogy aranyat tojcizik. És ez nekünk egy nagyon jó dolog. Ja, tényleg itt már seedet is beszeditek, az jó. Várjál. Ú, lett egy tököm. Na. Nézzük, gyorsan még el kéne kapni pókokat. Valamelyik, most nem is tudom, hogy melyik, hogy a pókokat kapod el, és azért kapsz izét. Azért kapsz egy follower formot, vagy ezeket a piros cuccokat kapod el, már nem tudom. Ezt is van egy. Ide! Az elrepült. Ott van. Gyere! Állj még te! Oké. Okay. Stop right there, you criminal! Hol van még? Hát megint ide hánytatok, nem igaz? Miért kell mindig behányni mindenhova? Jó, egyelőre most jók vagyunk, ugye?
Nem látok több pókot. Az, hogy a pókok azok lopnak is ám. Elviszik a... Ott van a... Elviszik a devotion-t, elviszik a kaját. Ha, de menő vagyok itt középen. Oh my god. Na, igen, szóval... Végre! Nem vagytok betegek. Jó, ez jó, ez jó, ez jó. Megnőtt valami? Ooooo! Milyen cuki kis virága van a izétökeimnek. Nem is láttam méhecske. Várjál, ezeket viszont kivágjuk gyorsan. Nyomjad, Rikku! Nyomjad! Hova mész? Halló! Visszajöttem! Remélem tudtam hozni húst. Ó, ja igen, de várjál, itt ez egy olyan volt, hogy nem tudsz félelni, igaz? És akkor a következő is olyan, hogy nem tud félelni. Let's go! Várjál, valakit, kucsit küldjük el, és mondjuk hozzon... 3 napra küldjük el coinért. Vagy húsért. Hát, jó, menjen el coinért. Ez nem tud befélelni, szóval az nekünk jó. Várja, valakivel gyónunk egyet. Szerával. Kicsiket kéne felhúzni még. Én pont 1-es vagyok. Akkor szerintem felhúzom magamat. Gyerünk, let's go! Sokkal lampajjanna! Így, né? Csak a level up-oltam is. Aztán gyorsan tartunk egy ceremónián. Ad csak a goldodat, let's go! Már megint van 115, úgyhogy jól vagyok most. Akkor menjünk egy cruzédre. Az az egy bajom van. Azzal, hogy megállítom az időt a cruzéd alatt. Hogy vajon ilyenkor dolgoztok-e? Mert gondolom ilyenkor akkor az van, hogy nem lesztek betegek, esetleg nem haltok meg, vagy nem tudom, nem termeltek meg ilyenek. Viszont cserébe lehet, hogy mondjuk nem is csináltok semmit. Tehát, hogy szerintem akkor ennek megvan a hátránya is valamilyen szinten. Előnye is, meg hátránya is van. Csinálunk még fát ide. De nem imádkoztok. Miért nem imádkozik senki, tessék imádkozni? Nagyon, nagyon erősen. Tudunk még valamit építeni, ami... Tudunk még egy outhouse-t építeni, ami szerintem kelleni fog. Mert hogy egy WC már nem elég. Hogy ezt segítek megépíteni. Van egy ilyen érzésem, hogy ez az egy WC, ez már ennek a 12 embernek nem túl elég. Még lehet, hogy eladni is tudunk egyébként. Ugye megnézzük. Jó, fertilizer akkor megvan. Jó, menjünk el most egyelőre, nézzük meg, hogy hova is kell menni? Azt a feastet nem tudom megcsinálni. Ezt mennyire adod? 50, hú, ez sok. Ide kéne bemenni, akkor bosztálni. Na nézzük. Ú, ez de régen kaptam meg. Ez melyik is? Ez a Bane Sword. Fú, ezt nagyon régen nem kaptam már meg, ezt a weapont. Ajaj. Anyám, lesznek be... Ó! Extra... overall weapon damage. Hát, pedig arra fogok menni. És ráadásul izébe, extrába. Nem, most nem veszünk. Ez nagyon sokat fog nekünk segíteni. Erre mi van? Oh, hello! Oké. Okay. Okay. Let's go!
kell. És nem tudom, a hullákból esett csont? Esik. Igazából tudom, nagyon sok csontunk van, de higgyétek el, aki még nem játszott a játékkal, és szeretne egyetlen egy tippet, ami nem spoiler, nagyon-nagyon sok csont kell. Nagyon-nagyon-nagyon sok csont kell. Úgyhogy... Minden rituáléhoz is csont kell. Áó. Szóval nagyon jó a Swords. Főleg így overall damage-nek. Míg ráraktuk ezt a bónuszt. Ó, kaptunk kicsit szívecskét. Nice. Néztem igazából kaptunk mi a percet. Na, van followerünk. Valamire rámegyünk. Hát, nem tudom, melyik lenne jobb. Talán ez inkább. Nem csak a follower miatt, hanem utána még megyünk kombatolni. Aj! Gyere csak ki onnan! Oké, hol van? Gyere. Na, gyorsan mindent szétcseszünk, ami még marad. Hogy? Jó, mehetünk tovább. Kicsit se creepy egyébként, ott a sok izé. Szerintem ilyen viassza, mert ugye az egyik az arany, az egyik ilyen merchantnál, hogy ilyen aranyjal vannak be. És hogy leöntve pontosabban igazából nem is tudom, hogy azok a followerjei, vagy éppen azok, akik hát nem igazán engedelmeskedtek neki. Szerintem inkább az, akikkel üzletet kötött esetleg, aztán nem tetszett nekik az ajánlat, vagy nem tudom. Majd oda is rátérünk, az egy kicsit későbbi lore-ja a játéknak. Kicsit később ismerkedünk meg ezzel az NPC-vel. De csak erre tudunk menni a... Hát most megint decide van. Nem hiszem, hogy más látja, nem tudom, sajnos. Én Sonynak a monitorján nem látom, ez biztos. The next chest will be gold. De olyan, mint hogyha folyamatosan izé lenne. Tehát folyamatosan pozitív cuccot kapnék. És ez most így kinda így ilyen csalásnak érzem, mert olyan, mintha így a játék nem értené, hogy amúgy nem tudtok szavazni, és azért inkább csak ad egy pozitívet. Hát lehet, hogy magának rakja, nem tudom, csak... Na, kaptunk egy izét. Egy dekorációt, nagyon jó. Na, kaptunk egy új... Thirst. Vagy reliket, bocsánat. Egy szívem van. Kicsit akkor óvatosabban kéne menni, hogy tudunk vásárolni. Nézzük. Reveal the map.
Feather chest, I guess. Jó, most nem vásárolunk. Hoppá! Nem! Engedj el! No! Mit csinálsz? Na de jó! Pont most etettelek meg titeket, mielőtt eljöttünk. Most mindenki éhezik. Most tök jó. Úgyhogy a Bane weaponöknek a poisonja annyira OP. Shit. Ez nem jött jól. Flaming shot. Az nem rossz. Igaz, hogy egy... Hát egy szívecskénk van, szóval így kinda rosszul állunk. Bocsánat. Bocsánat. Attack rate increase. Ja, pedig olyan jó tarottokat kapunk amúgy. Jaj, ennek ilyen nagyon hosszú lórja volt, erre emlékszem. Meg lehet hallgatni, ilyen zagyvaságokról beszél egyébként. Hát... Nem tudom, melyik izénk lesz. Könyörgöm! Ez mi volt? Rám esik a kő? Ezeket nagyon szívesen áldozok fel NPC-ken. Rám esett egy kő? Szerintem igen. Ó, és persze most megkapok egy Blue Heart-ot. Nem baj. Is poison? Jó, hát ez alapból van. Itt, oké. Most nem veszünk semmit. Szia, Color! Szia! Hát poison alapból van ugye a Bane weaponünkön, szóval azt én nem bántam. Azt nem akartam. Hopp! Mi újság, hogy vagy? Ez a plusz attack rate, ez nagyon jó. Az eruption powerful, nem tudom, mert az izé meg nagyon OP. Nem, ezt nem választom ki. Mondjuk recycle-elhettem volna, de whatever. Jó. Ezt majdnem benéztem. Na. Most várjál, felülök. Thank you.
easy. Elmondom, hogy hit lesz, de megvan. Ez a lényeg. Sims 3-tól? Csináltam egy challenge-et, hogy ilyenek vagy. Blueprint, pumpkins, általán elmegyek a blueprintre, mert legalább azokat összeszedjük. Nagyon-nagyon sok blueprint van a játékban egyébként, úgyhogy ezeket érdemes azért válogatni, mert pumpkin seedet, ilyeneket azt, hogyha nagyon-nagyon gáz van, tudok még venni. Na, viszont megvan akkor a harmadik, úgyhogy már csak a negyedik kis boss. Nem, várjál. A negyedik az már a főgenyó. Az jó. És még hoztunk ki egy izét is, egy followert is. Nagyon jók vagyunk. Azt nézzük meg, esetleg, hogyha valaki még nem vett volna részt a játékban, mármint ugye, hogy nincs benne karaktere, akkor meg kéne nézni, hogy be tud-e joinolni, vagy látja-e azt, hogy tud followert kreálni. Nézzük meg. Berakom followerre felre, és hogyha valaki látja, hogy hogy tudna joinolni, én Cuninál nem látom, mert ugye ő elvileg már része a szektának, de hogyha valakinek van egy olyan ott alul a monitor alján, hogy nem, már nem élsz, de majd fel fogunk tudni szedni. Csak még nincs meg a nincs meg a képességünk rá, hogy visszahozzunk embereket. Vagy hát titeket. Oh, köszönöm szépen a követés, hello, de se látsz semmit. Pedig te, Kata, biztos, hogy nem vagy már. Jó, semmi gond, akkor egyelőre ezeket. Oh, pedig ez egy nagyon jó trét. Ott a Ez nagyon jó trétjei vannak. Jó, nem egy gold pulver, de... sem baj. Na. Menjünk farmra. Egyelőre. De old age. Nem én öltelek meg. Actually, öregkorodra meghaltál. Most nem öltelek meg. Ezt elvesztik. Jó, akkor ezt is csak behozom. Ó, ennek is jó trétjei vannak pedig. Na mindegy, hát ez van. Így van. Jó, ez meg ütöm én materiálokra. És nem egy olyan probléma, ami... Opa, ott egy izé. Amit láthatóan megoldottak, tehát... Ja, vannak bajok. Szerintem csinálok fát. Úgyis sok kell. Ugye megnézzük. Az a baj, hogy építeni szerintem nem fogok. De dekorációt tudnék, de... Ja, hát nyilván 100 goldért megépítettük az étleg első. Istenem, nem is én lennék amúgy, akkor ezért nincsen pénzünk, jó van. Ó, tényleg a gombának a izéját meg kell építeni majd. Ebből egyet lehet csak építeni, ez nem számít. Hát, kriptát kell még építeni. Az az igazság, mert hogyha elhullotok, akkor nincs hova rakni a holttesteket, sajnos. Jó, akkor inkább kő kell, nem pedig izé. Jó, hát megvárjuk. Nézzük, mink van, amit el tudnánk adni esetleg. Hát ez mondjuk nem rossz ár érte. Szerintem én ezt is eladom, ezt is. Szerintem a kis rákocskákat is eladjuk. Hát, ha nagyon kell, akkor ezek a halak, ezek... Valamit lehet főzni a halakból, de nem tudom, hogy micsodát. De ez a zöldséges fízt, hogy én ezt honnan kéne, hogy megszerezzem, ez... Nem tudom.
mi lesz már? Hát minden nekem kell csinálni. Kell tartani egyébként egy-két NPC-t a kézé, aki ilyen action value-val, és nem kéne feláldozni, mert például azok nagyon jók, akiket ott az előbb behoztunk. Na jó, viszont... hát ebben nem hiszem, hogy meg lesz még a cucc. Ilyen kevés berrink van. Aha, viszont a hús meg a kék hal az nem rossz, abban tök jó kaját tudunk csinálni. És loyaltit is üzél. Jó, nem is rossz. Hát ugye főzünk egy 3 darabot, aztán meglátjuk. És felmegy így is a... az éjség. Na! Mennyi követ szedtél ki eddig? 2! Azt a 2-t mind! Bro! Na jó van! Itt se vagyok. Köszönöm szépen a követést! Hello, hello! Sziasztok, hello! 50 ér? Hát biztos, hogy nem. Bra! No way! Na nézzük meg! Ez az utolsó. Ugye elvileg innentől mehetnénk már a Bishopra. Yes! Itt a hacket. És ugye meg is változtatja. Így van. Ó, csak kapjuk egy jó weapont. No! Jó, ez amúgy nem rossz. Csak dagger. És ez ilyen... Ez ilyen... Jó, ehhez mondjuk egy attack rate, hogyha ha társul, akkor az nem rossz. Próbálunk mindent kitakarítani, amennyire lehet. Nem is, hogy elsőre le fog menni megint. Itt vissza kell szoknom a kombathoz, de... Viszont a dagger legalább van olyan gyors, hogy ezek a kis rohadékok nem nagyon tudnak támadni, ha csak nem túlütek rajtuk. És ez egy nagyon jó dolog. Teljesen gyakorlatilag blokkoljuk az összes üzéjét, counteröljük. Bemegyünk egy tarotra. Op. Critical. 20% chance egy kék szívre, az nem rossz. Á, most szerintem meg... Vagy húzunk még egy tarottot? Tudom, hogy a végére rohadt sok pénzünk lesz, de itt még az elején kevés van. Megpróbáljuk abból megoldani, amink van. Jaj, hogy is kellett izélni? Ja, tudom már. Pillanatra elfelejtettem, hogy mi volt a heavy attack, de most megvan. Oké. Mondjuk a daggernek a heavy attackja az rohadt jó. Azt mondjuk, kimondottan szerettem annó. Nézd meg, hogy lőtt a HP-ját, hallod? Tehát esélye nem volt. Imádom. Várjál, ez egy bombás kis oldék. De óvatosan. Viszont az elvileg nem. Nem, azt hittem berobban izére. Enemy targetre. A neki friendly. Nem tudom fölvenni a szívecskét. No! Hát ez ott marad akkor. Halló! Jaj, ez a Flicky! Ja. Ez viszont ő lesz a másik knucklebones-os haverunk, akit majd le kell nyomni. De nem fogom őt tenni. Őt ez is egy olyan, hogy amúgy... Hát nehezek. Hát ugye egyre nehezedik a... A knucklebone-nak a difficulty-e. Na, mit kapunk? Jó, oké. Okay. De merre tudunk menni? Nekünk mindenképpen kell, hát nekünk exchange-ez nem kéne, őszintén. Mert nem tudom felfele vinni, hogy megnézni. Ott fa van.
Vagy csak trédelni tudok, de nekem ez nem... Menjünk erre. Ezt megnézzük. Oh, let's go! Ez nem rossz, ez nem rossz. Ezek dobnak valamit vajon? Ez dobnak húst? Vagy ez csak egy véletlen volt, hogy pont húst dobolt? Ez nagyon-nagyon jó. Nem. Follower meat! Lehet, hogy ezek... De nem, mert hát csontok állnak ki belőle. Á, ezek biztos halottak. Trust me, bro, trust me. Ez biztos... Ez csak azt, hogy meg tudom nézni. Ja, jó. Azt hittem, hogy még van valami... another option, hogy valamit ki tudok választani. Jól van. Eski barátságosan megöltem őket. Nem fájt nekik már. Láttad? Nem fájt nekik. Ó, kaját fog dobni a chest, nem pedig aranyat. Hát, ez kind of sedge, de oké. Okay. Ha meg ijössz? Mi a toszt akarsz, mondd meg? Tudom, most a reality pudding chain will not be satisfied. Jaj, most izé! Meg kell ölni, nem. Ja, jó, akkor ez nem az. De kaja! De jó, kaja! Ez az... Igaz, hogy füvet teszik. De lehet, hogy tényleg a karnivált rétet kellett volna kirakni, basszus. Hogy megegyük egymást. De az a baj azzal, hogy megesztük egymást. Na mondjuk ezen pisziket meg tudtuk volna enni. Talán. Ez mennyire... De figyelj! A szükség nagy úr. Most annyira nem lett volna gáz, nem? egymást nem esszük, meg azt mondom, rendben van. Azt a mindenedet! Hát nem vagy egy pofátlan. De az NPC-ket igazán megehettük volna. Szia, Lili! Szia! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy vagy? Ez egy szívecskét dobhatott volna, most nem ezért ez egy 20 ére mondj, de mindegy. Új, itt is körz van viszont. Ez mit csinál? Summon a demon to assist in battle. Azért nem rossz. Jó, csak az a baj, hogy várjál, menjünk vissza, mert akkor ezek most itt kaját dobnak, nem? Hogy vagy, Lili? Minden rendben. Nagyon örülök, hogy látlak. Elkezdtük megnyelni kicsit a költözdelembet, ugyanis képzeljétek el, hogy ami ki még esetleg nem hallotta, hogy hétfőn jön egy új DLC, és arra vagyok kíváncsi, hogy az milyen lesz, biztos, hogy megveszik, meg fogunk vele játszani. És nem tudom, hogy ezt a izért valószínűleg inkább a bosshoz lesummolom majd. Mert nagyon régóta nem adtak ki megint DLC-t ehhez a játékhoz, pedig ha valamihez ehhez aztán annyi kontentet adhatnának, hogy nem győzném. Hát jól vagyok, köszönöm szépen, most már egy kicsit gyógyulgat a sebem is, ugye volt egy kis baleset, ahogy Luna nagyon-nagyon ott a Bainsword, bro, let's go! Én nagyon szerintem ezt választom. Sajnos Luna nagyon-nagyon-nagyon erősen megharapott így a körmöm alá gyakorlatilag. És hát, egy-két napig nem éreztem konkrétan az ujjamat. Hát akartam neki adni falatot, és egyszerűen annyira kis mohó volt, hogy így telibe ráharapott az ujjamra.
aztán fú, nagyon-nagyon fájt, elképesztő oldal fájt. Napokig be volt duzzadva a kezem, mit tudom én, így fú, borzasztó volt. De most már jobb az érnek minden, szóval ott tényleg úgy voltam, hogy még egy poharat nem tudtam megfogni. Nem tudom, hogy lehet, hogy tényleg egy ilyen kis mini ideget eltalál, idegszállt ilyen. Ja, hát sőt, ez csak egy kis cica, értem, most még haragudni sem tudtam rá, érted, azt tudta, hogy mit csinált. Csak ugye felkiáltottam, hogy nagyon-nagyon fáj, ugye. Azt a szegény meg úgy megijedt, hát mondom, van. Nem tudott vele mit csinált, azt tudta, hogy mi történt, érted. Na ez mondjuk király, az invíz. Nem ezt akartam eltolni, de most már minden. Úgyhogy a... Jaj, na így haltam meg szerintem az előbb. Na mondjuk ezt megint nem tudom, hogy mitől, hát de itt hogy kaptam ebből sebzést, ami itt esik le? Hát ez nem, az nem valid. Haló? Hát ez cheat. Ezért ment, ez én egy egész szívem. Várja, itt viszont minden gyorsan kitakarítunk. Persze, nem direkt, csak hát annyira kis mogó volt, mert igazából ezt nekit adtam neki, tudod, nem úgy kajált, hogy ugye reggel meg este adunk nekik enni. És néha kapnak ilyen snacki falatokat, ilyen kis darab kusit, vagy valami ilyesmit, és akkor egyszerűen mondom, annyira kis mohó volt, egy úristen gyűjtösét, hogy így nem figyelt oda aztán. Nem akart rosszatod extra hearts. Jó, menjünk egy extra hearttal, biztosan biztos. Az sose ilyen rosszul. Opá, nem ezt akartam, bocsánat. Meg azt a démont is szerintem majd inkább a izére fogom le summolni a bossra. Nem tudom, hogy megmarad-e fixen, úgyhogy... Ez nem volt jó. Pont nem láttam. Az Unholy Alliance, ezt meg ebbe így ki kéne próbálni, csak nem tudom, hogy vegyem rá, mert Cuni az egyetlen, ugye, akivel tudnék játszani, mert ugye, hogy ez egy lokálkóp gyakorlatilag. És nem tudom, hogy tudnám rávenni, hogy játszom velem egy ilyen játékot. Jó, persze, mondtam neki, hogy ide lehet venni a difficulty-t, mert én ezzel nem foglalkozok. Így is tudom, hogy miért játszom a legnehezebben, hiszen már háromszor kivittük a játékot. Vagy... Gondolkodtam rajta, hogy így lejjebb veszem, aztán csak gyorsan ledaráljuk ugye azt a részt, amit már láttunk. De abban meg nem volt annyi kihívva. Na, ez utolsó. Engem is akkor karmolt meg véletlenül, aztán gohusit adtam neki. Egyébként direktbe sose. Ja, ők se. Nem éljük ki mind a kettő. Nem tudnának ezek semmi rosszat csinálni, hát... Nem éljük mind a kettő, csak... Ja. Egy zserbó, azt mondtam is, hogy ő ilyen fine dining cica, tehát, hogy ő neki adsz egy falat kaját, ő azon 5 percig csám, csak ez a... Tudod, így ízlelgetőleg minden. Jaj, na nézzük. Most nem tudom skippálni még, mert ugye első... Első alkalommal jövünk neki. Nem is emlékszem a heket, az melyik. Az a tűzgolyós, nem? Ja, az lő tűzgolyót, meg minden szírszált.
már! Haló! Miért jön ennyi ad? Beadhatna egyébként egy szívecskét, vagy valami.
Sajnos nem jó. Sajnos nem, de nem baj. A lényeg, hogy majd esetleg a DLC-re legyen jó, aztán az a lényeg, majd meglátjuk. Ugye hétfőn jön ki az új DLC, hátha addigra meg jó a téma, nem tudom. Meg van a véres unikorn is! Yes! Alig várom amúgy. Hú, nagyon-nagyon várom amúgy. Na! Megvan a hacket is. Let's go! Ezt is kinyírtuk. Még egy kis csontokat. Akkor ezek szerint ez a démon vízbassz, akkor ez végig velem van. Úgyhogy... Na! Mehetünk vissza és imádhattak, isteníthettek, hogy végre egy újabb bishopot legyőztünk. Let's go! 20% plusz ráadásul. The one who waits. Elmondja, hogy mennyire királyak vagyunk. Most már csak kettő van hátra. Kapitalisnálaká. Na. Ez egy jó kör volt. Ez az. Imádjátok, én vagyok az első, aki lelép egyébként. Tehát, hogy pont... pont ezt kéne, hogy ez az, mekkora király vagy, és hogy én vagyok az első, aki... Na jó, csá! Jó, csá! Tököm kíváncsi erre. Let's go! Na jó, valakivel még gyorsan... jóan tartottunk ceremóniát, Goldot beszedtük. Jó, most jól állunk Golddal egyébként. És akkor össze tudunk tenni valamilyen crown-t. Hát, afterlife lesz az, mert szeretném, hogyha... Na, itt van Resurrection, ez the temple, the Konda Fenerge. Nem, én azt szeretném, hogy visszahozzunk titeket az életbe, úgyhogy szépen lassan el tudunk kezdeni. Mindenkit visszahozni, ugye ott van még Psycho is, meg mit tudom én. Látod, 150 csont. 150 csontba kerül egy ilyen. Ez az, hogy borzasztóan sok kell. Rohadjon meg. Jó, csak a sacrifice volt az egyik rituálékban, akkor szerintem meg is csináljuk. És hát nem tudom, ki van most halott, aki Vibeke, Dragon, Psycho, Sammy, Mondos, meg az NPC, de azt leszárjuk. Dragon viszont 6-os, úgyhogy szerintem Dragont visszahozzuk most. Benne, csak itt öregkorodra meghaltál, úgyhogy... Csak nem sikerült annyi nyakláncot szerezni, hogy mindenki halhatatlan legyen, úgyhogy... Na, viszont itt tudnánk ugye használni még egyet, receive a disease heart at the beginning of each crusade run, or focus wheels in a crusade run to instantly return to the base. Once per crusade, eat something to receive a heart that will vary depending on what is eaten. Én szerintem azt, hogy diseased heart-tal kezdünk, az elég OP nekem. Így van, ilyen a boomer lét. Ez egy ilyen biznisz, cuni. Na és akkor mi tartunk egy ceremóniát gyorsan. Nem, mert már tartottunk. Apó, itt se vagyok. És ahogy látom, Dragonnak nem tetszik egyébként, hogy visszahoztuk az életbe. Az a leggyönyörűbb az egészben. Ha jól láttam, Dragonnak szomorú feje volt attól, hogy vissza kellett jönni. Azért ez ilyen már, ne aragudj. Visszahozlak nagy nehezen, érted? Ezen dolgozok, és most mit kellett visszahozni? Most mit kellett izéni? Ja, az a baj, hogy ez tök jó pofa ez egyébként, hogy nem megy az idő, de most kipróbáltuk, ugye már, hogy egy hosszabb cruzédre elmentünk. Én amondó vagyok, hogy amikor már a farmolós cruzédeken van az ember, akkor ez tökre megéri, amúgy nem éri meg. Tehát, hogy az, hogy nem nő a kaja, meg mit tudom én, ez... Meh. Ez így nekem nem bejövős, úgyhogy én szerintem ezt hagyom, mert így nem is szedtek, ugye nincsen szíd, nincsen semmi. Kipróbáltuk, nem.
nekem látod, mert nincsen stone, nincsen fa, ez semmi kitermelésünk nincsen. És nem tudunk devotion se jön ugye nyilván. Hát ez ilyen. Ez... Várjál, átvegyünk a szomszédok között, begyűjtögetjük még a maradék devotion-t, és akkor azzal lehet, hogy tudunk egy healing bait lerakni. Az talán már elég lesz. Hát itt is csak három. Hát nem tudom, van-e oda át, izé. Még le kéne nyomni a kígyót mi. Majd várja, mindjárt megnézzük. Hát, nincsen, jó van. Mindegy, akkor majd holnap meg lesz, addig lenyomom a kígyót. Ha sikerül. Nyilván ő kezd. Kíváncsi, érted? Ó, ez egy erős ötös. It's okay. Őt már kicsit nehezebb lesz majd lenyomni. Bár aztán valamikor full RNG és sokkal gyorsabban lemennek ezek, mint a ezek. Nem lett rá, nem tett rá a hatosomra. Jó. És erek a hármasomra. Ja. Próbálunk neki disztrojolni pár ezéját. Oké. Okay. De már nem tud rakni, tehát azt már nem tudja nekem kiütni. Still fine. Most már hadd egy hatosunk. Ki ne dobjon egy hatos. Na ez már necces. Viszont mi itt ki tudjuk ütni az ötöseit. És csak egy hatos ne dobjon. Ne! Ó, oh, jó! Jó! Buta az éjjel, jó. It's fine. Easy. Na hát ez van, hogy ez neki kicsit difficultyben nehezebb volt. Papíron. És ezek előbb megnyertek. Na, és akkor meg is kaptuk a következő relikát, ami tarot kártyát, Immune to Poison. Jó. Zsír. Nagyon jó. Ez is kész van. Na, azt tudom, az izékhoz nem tudunk elmenni, úgy emlékszem. A gombásokhoz. És ráadásul most meg kell nyitni a harmadikat, és most nem tudom, nem vagyok benne biztos hirtelen, hogy ez melyik. A fókos. Menjen a healing bay, hogy meggyógyítsunk titeket. És szerintem ezt valahova gyorsan le is rakjuk. Healing bay. Ja, a dekorációt, ez... Igen, hol van? Itt van a... Ezt miért mondja újnak mindig? Hát ez nem új, jaj. Na, jól van, meg tudjuk építeni, akkor hát ne a WC mellé, mit tudom én ide a izé mellé leépítjük. Úgyis ott jöttök haza. Gyorsan megépítjük. Valamit még akartam építeni, amihez kő kell, de Jézusom, mennyien jöttök. Na, gyerünk! Csorda szellem, let's go! Szera már meg is öregedett, what? Na, jó, oké. Okay. Várj, valamit építeni akartunk, amihez kellett kő. Ja, még egy kriptát, tényleg, true. Még egy kriptát akartam építeni. Viszont fát ezt mindenképpen kell. De akkor szerát, mert nem is tudom elvinni démon formába. Ezek szerint.
ki van még? Szuni, itt van egy ilyen love levelem. Hogy lehet érni? Mi ez? Az Zuni gondolasztani. Kihalok rajta. Annyi szép cuk. Jó, mondjuk nem minden followerünk van még, meg ez tény. Majd a végére már sokkal több lesz. Menjünk, nyissuk meg egy kaput. Én a mondó vagyok. Most leszakad még egy csény. Jaj, a vizes nyílik. Ez a kedvencem. Hát ez a mindenem. Azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Azt nagyon-nagyon szeretem. Hát még vannak itt, akik emlékeznek is, hogy hányszor elmondtam, hogy ez az, legyünk az ilyen vizesben. De ezt annyira jó zenéje ennek a résznek, ennek a helynek. Ó, nem, Warhammer! No, please! I mean, it's a very decent weapon, de nem nekem. Én sajnos annyira utálom. Két lambert ad, hát a kis ütöműkön. Ez annyira más a playstyle ezzel a weaponnel, mint egy Jaggerrel, vagy egy Swordrel mondjuk, tehát hogy... Nem decent, mert a damage viszont egyébként nagyon-nagyon jó. Csak... ja. Kicsit máshogy kell beidőzíteni a dolgokat. Increasing size. Ezt sose értettem, hogy ez miért jó egyébként. Elnyomhatom, mert mit csinálják vele, ha más nem. Sose értettem, hogy... hogy mire jó. Jó, innen vannak a kristályok tényleg. Le is felejtettem. Na várjál, mert még visszafele is lehet egy szoba. Az már túl messze volt. Na, meg van egy tarot. Kérdezi, a medúzákat nem lehet lecsapni. Tudom. Szerintem extra szívet kérek, mert ezt fel lehet tölteni. De legalább nagyobb területre hatna, vagy valami. Kristály az mindenképpen kell, azt össze kell szedni. Nagyon sok kell abból. Hát most csak csak lent a parton kértek valami 25-öt, vagy nem is tudom mennyit. Ja, bakány, de sok kell. Azt hiszem a többi az nem is nagyon dob semmit. Ami ilyen kod lehet... Ezeket szét se lehet törni. Vannak ilyen koralszerű cuccok. Na, pusztulj most már ki, már elég volt. Na! Jön a nagyfőnek. Gyere meg! Szétöröm fejed! Mit csinál? Breaking! Jaj, most megbetegíti. Jó, mert van egy olyan, ez mindig nem tudom, hogy melyik. Nem emlékszek rá, de van egy olyan, amelyik enemiként behozza ellenem valamelyik followert. Úgy félek, hogy ki lesz az? Na, megint kaptunk egy útmintát. Nagyon jó, mozaikos. Valamit díszítünk rajta. Na nézzük, kaja. Ez mi? Ez nem felkiáltójel is van, de ott is van felkiáltójel. I'm confused. Nem tudom mi ez. Ez lett a fésznek az alapanyaga, vagy mi ez?
Ó, na várjál, mert ilyen nem volt még. És látod, és megint van, tehát annyi van Dragon, hogy Twitch chat decide van, és mégse tudtak ugye semmit dönteni, cserébe viszont valamiért a játék nekem izét ad. Mindig ad egy pozitívat. Látod, tehát például a következő chest gold lesz, például most azt mondja. De volt olyan, hogy mit tudom én... mik is voltak, hogy kaptam plusz damage-et, hogy mit tudom én, mi volt már, de valamiért mindig pozitívat ad. Szóval nem tudom, hogy most ez így hogy működik a játék. Na. Ja, easy mode, extra hard-on, így van. De pont azt mondtam a többieknek is egyébként, hogy nem tudom minek játszok, megint én full hard-on. Mert teljesen felesleges, hogy most már ötödjére viszem ki a játékot, most már teljesen felesleges. Elveszem, adja csak innen, nem kell ez nekem. Próbáltam kikerülni, csak nem sikerült. Nem tudom elnyomni a hammernek a... Na jó van. Hát hallott, hogy három életet veszettem ezen az egy helyen. Nem tudom elnyomni a heavy-et. Mi a cuni? Mizu. Jól van, oksi. Olyan. Az, hogy hammert kaptunk, az... Hát, most erre van egy takint. De legalább nagyobb damage-es hammer, mint ami volt. Hát ez van. Anneki nagyon. De így. Még egy karakter. Szerintem így... jó, oké. Talán megúszok. Szerintem így, hogy félszed ide izéjét. Már abban is hanyom szúni, aztán fogunk majd izéjén fajálni. Vagy ezek a szép... Ja. Oké. Okay. Egy HP-n van, bro. I mean... Oh lord! Adjál már egy szívesetem, vagy egy irigy. Hát jön a boss, ez egy HP-n van. Ja, mondjuk nem is tudom, ezeket miért ütögetem, hát... Ja, értem már, hogy miért jó nagynak lenni, jó? Oké. Okay. Ezen meghalok, mint a szar. Gondoltam. Annyira tudta, pedig még direkt berolloltam, meg minden. Nézzük. Jó, feláldozzuk az egyik nyomi, NPC-t. Így sem vagyunk mondjuk jobb helyzetben egy szívvel, de... Megnézzük, mit tudunk kihozni belőle. Oké.
Hozzá! Elnézést! Nem hozzá kéne vinni a csáphoz. What the freak? No! Ez csalás! Nagyon volt, hogy nagyobb volt a hitbox. Eskü, eskü. Nagyobb volt a hitbox. Jaj, Istenem, ez csalás volt. Pillanat, csak írtam még izének. Ú, Doriella, tényleg, hogy meg kell néznünk a Disney-t, hogy, hogy mennyit kaptunk. Kíváncsi vagyok, mert a Mulános van most. Na most szedtetek egy csomó mindent, az jó. Jó, a kő, az, a kő meg a fa az már oda. Az jó, az egy jó dalag. Mit kéne? Ja, várja, mert ti meg éheztek. Mit adjak? Ez mi? Deadly. Hát ez ez talán nem a legjobb ötlet. De várjál, most lett valami plusz kajánk ezek szerint? Igen, ja, akkor lett a Chowder, meg a Deadly. Meg gondolom, akkor ez a cuccli. De még mindig nincs meg a... Milyen kellett volna? Splendid Vegetable. Hát az nincs meg. Úgyhogy... Lehet, hogy az lett volna a másik oldalon. Látom úgy. De olyan mindegy, megcsináljuk ezt. Ez jó kaja, ezt szeretitek. Megy a loyalty is tőle. Így. És akkor most gyorsan lefarmolunk. De nem tudom, hogy ez adja majd akkor a szilket viszont, mert ez megint újdonság. Hát ugye ilyet még nem láttunk. De megígérem most egyébként többet nem fogom újra kezdeni szerintem most már játékot, mármint hogy olyan szempontból, hogy ugye mindig, hogyha jön valami újdonság, akkor maximum az adott difficulty megnézi. Csak mindig az a félelmem. Egyébként, amikor ilyen update-ek jönnek ki, mint például nektek a Stardew-nál, hogy le fogok maradni valami újdonságról, amit ugye mondjuk eddig nem láttam, és csak akkor tudod mondjuk megnézni, hogyha újra kezdesz egy adott mentést. És én tökre parázok ettől, hogy úristen, nem tudok megmutatni valami újat, úgyhogy én nem látok valami újat. Miközben ugye hát ott van, mert lol, hát ott az update. És nekem mindig ez a parányról, ugye beszélgettünk is már múltkor még, hogy ugye van, aki biztos, hogy vigyázz magadra, jó? Biztos, hogy nem kezdi újra, mert hogy ugye hát már mennyi ideje benne van mondjuk egy adott mentésben, és ez tök fair. Csak én közben meg olyan vagyok, hogy voltam mindig ezzel is, hogy ú, de mi van, hogyha van benne valami, amit még sose láttam, meg tudom én pont ugye, mint ez is. Annyi össze kéne szedni a aksit. Jó van már, ne legyél már rosszul egyből, nyugodjál meg. Lehet, hogy előbb be kellett volna szedni a termésüket, lehet, hogy lett volna között tök magna, mindegy. Úgyhogy, ja, most megint megjön a DLC, nem tudom, hogy mennyi újdonság lesz benne. Nincsen fertilizer, tehát jó, oké. Na, mit csinálunk most? A Szondi, hogy? Csinyám plédelt egyet. Az jó, a resource-ok megvannak. Hát szerintem fából még 12 van, meg... És nuggets is kell majd. Ó.
valakit meggyóntatunk gyorsan. Hát szerintem most Dragon merő meg, mert mindjárt izé. De nézd, egy tök szomorú, hát visszahoztunk téged az életbe, bro. És nem is örülsz. Ah, de tök szar nekem. Jaj, de rossz nekem. Jaj, Istenem. Öcsém. Milyen hálátlan vagy. Kégen. Na nézzük. És egyre többen vagyunk. Ugye az a jó, mert minél több, tehát minél nagyobb szintűek vagytok, annál többet fogok kapni. Megéri titeket felhúzni. De nézd mennyi devotion. Nice! Most mi megy le a fét? Haló! Mikor jön vissza? Pucsi? Holnap, holnapra már visszajön. Na, one decide megint, de gondolom senki nem látja, szóval whatever. Elgondoltam szóra, hogy van design. Ú, ezt be se gyűjtettem. Olyan jó lenne, ha működne, mert emlékeztek még, mikor izé, ugye így mindig még küldetek be üzit is, meg tudtatok szivatni. Hogy táncol! Na nézd meg, látod például have been cured. Tehát, hogy minden problémájuk úgymond kvázi megoldódott, hogy az devotion csak mondjuk ellen. Oh, golden poop, let's go! Golden poop is jó! Várjál, hol vannak a pókok? Fogtam én már el pókot? Szerintem már fogtam. Csinálok nektek kaját. Tudtok enni. Nem tudom, mivel menjen fel a fét. Majd max csinálunk még egy ceremóniát reggel. Szerintem meg fog halni, az a baj. Jó, mondjuk hely van. Tényleg, egy resurrection nem lehet csinálni. Mennyi még ez? Let's go, még egy kis coin. Mennyi a resurrectionnek a rituálé? Ez egy CD-je. Nem sok, az le fog jönni nem sokára. Még egy ilyen bonfire-t, ezt nyomadhatunk reggel, hogyha nagyon kevés a izé. A fét. Oh, ott a pók! Let's go! Ez egy darab devotion, ez kiégen. A pókot adjon. Hol legalább van hús. Érted? De hogy mindenhova valahova random, de van hányva amúgy. Zseniel. De hogy miért van ilyen össze-vissza minden lerakva? Mit csináltunk itt? Mit csináltunk itt, hogy én így nem szoktam pakolni. Ezt is miért nem ide pakoltuk? Ilyen kis szép helyen legyetek már izé a fogságban. Nem vagyok én izé. Nem vagyok én ilyen gonosz. Így. Ezt is ide lerakjuk, így ide középre. Így. Ez egy kis útmutató itt, hogy ez vár rátok, hogyha nem viseltek. Ha nem viselkedtek. Na, és akkor a reggel mehetünk jönni. Let's go! Ugye, Zolcsi, Cuni. Ki van még itt? Én is itt vagyok. A izékkal nem foglalkozok. Akik NPC-k. Kalampaljamama sem nekem. Zserbó. Jamia. Meg a Zserbi. Meg a plusz suffix. Na. Tartunk akkor egy ceremóniát. Szerintem Dragonba elkapunk plusz hatot. Szerintem őtőre van ez a nagyon-nagyon sok. Zsír. És megint upgrade-eltünk. Van egy Vampiric Weapons. Firework Curse of Necromancer. Hát akkor elmegyünk erre viszont. Lifesteal az jó. És meg is nyílt a izé. És mindet meg kell nyitni, szóval whatever, csak... Jó, na, ez meg is van.
És akkor... Ja, a dragontól kapok olyan sokat. Nézzük meg a ritualt. Nem. Még cooldown. Akkor viszont tartsunk egy izét, tartsunk egy partit. Tartsunk egy rave partit, mert nagyon szarul állunk. Mink, let's go! Kalamana maya mana, kalamana maya mana. Let's go! Easy. Na, menjetek dolgotokra. Dologra paraszt! Szóval egy dekoráció kellem most nekünk. The peak head, amúgy ez olyan, nagyon, izé. Ó, meg tudom építeni! Végre. Így. És most mit kell vele csinálni? Jaj, nem akartam, bocs. Szeretném építeni. Oké, és akkor most Sozóhoz vissza kell menni. Jó. Nem tudom, hogy még ezek után ad-e valamit. Lehet, hogy megnyit új részt. Van valami akció, jön a polc, akció. Akció, semmi, jön a polc. Hopp, én ott láttam. Köszönöm. Köszönöm. Szét leszek csápolva ezzel üzével. Farocca. Let's go. Thank you. Bye. Have a great time. Na. Ja, kapunk még egy fragmentet. Akkor viszont lassan össze fogunk tudni még egy, rakni még egy cuccot. Ácsi. Ó, és mind is kapunk devotiont. Mondjuk erre nem emlékeztem. Az mi? Ó, ezt nem is láttam. Kis gomba. Aranya ez. Hát ezt nem is láttam annó. Ez nem tudom. Lehet, hogy láttam, csak nem emlékszek rá. Na jó van, itt most már begombáztunk minden, itt majd később megveszünk mindent. Én azt akarom, hogy Ratatouille-t ezt majd hozzuk vissza. Én ezt akarom. Még ide lemegyünk partra, megnézzük, hogy mi a helyzet. Na, valami akció, ennyi az... Hopp! Én azt álltam. Thank you. Oké, van még egy. Oké, thank you. Ennyi akció, jó napot. Jó, nem? Bocsá. Jézusom, na most viszont bekapcsolom a izét. nem fotom úgy. Most bekapcsolom a izét. Az autófis. Amúgy baromi jó az autófis, pont ezt mondtam, aki még nem volt itt és nem hallott esetleg. Csak egyetlen egy probléma van vele, hogy sajnos nagyon közelre dob. Tehát amikor ilyen nagyon bent vannak a halak, akkor így... Vagy nem tudom, hogy izé lenyomva kéne tartani, nem tudom. Ja. Lenyomva kell addig tartani, akkor nem szálltam. Tehát akkor csináljam magától, csak addig kell lenyomva tartani, mert ő látja magának akkor, hogy izé, hogy milyen közel vannak a halak, látod? Csak teljesen csinálja magától, tehát pont középen tartja, tehát semmit abszolút nem csinálok. Én nem tudnék így horgászni, hogy tökéletesen középen tartom, úgyhogy... Hidd el, ez nem én vagyok. Szóval ez egy baromi jó feature, nekem ez olyan tetszik. És így összevárod a halakat 2-3 nap után, lejössz, aztán ez baromi jó. Még ugyanígy ez az autókúk, autóriper, ezek nagyon bejönnek. Na miért nem gondoltam erre először, amikor kipróbáltam, hogy lol, csak tartsam lenyomva, hogy hát ha ott is... hát ha bedobja addig legalább magáltal. Jó van. Jobb később, mint soha. Viszont nekünk, ha jól emlékszem, akkor már csak egy homára lenne szükségünk, és akkor kész vagyunk.
Mármint az itteni küldivel. Ugye neki még mindig a papapapának, annak ki kéne fogni még a halakat. És az előbb be tudtunk adni tintahalat. Többit meg majd szerintem eladjuk, mert nem emlékszem pontosan, hogy milyen halak azok, amik jót érnek, tehát jó goldot érnek, mert az elején, mint hogyha jó lett volna fishingelni gold szempontjából, csak hát ugye meg kajára is kéne, szóval... Na, ez így mennyivel chillesebb horgászat. De mennyire szerettem én annó horgászni, te jó ég, nem tudom, hogy ki szeretettem úgy horgászni. Nekem annyira jó érzés volt, ilyen régebbi pecabotjaink voltak, és ezekkel a nagyon színes karikákkal az volt a jelzőnk. Nem ilyen úszó volt, csak ez a karika, annyira nem szakértek amúgy hozzá. De annyira élveztem mindig a horgászatot, ez olyan jó volt. Akkor így koppant egyet a kis karika, és akkor oké, most kell meghúzni, mit tudom én. Úgy nagyon éltem. Innen már nem veszünk semmit. Hát akkor innen is beszedjük még a devotion-t, aztán megyünk. És akkor megint egy decide van, nyilván. Kapok valamit majd. Szóval az egyik küldim, az be fog félelni, ezzel nem tudok mit csinálni. Szerintem el is kéne dobni, mert nem tudom megcsinálni. Ez nem tudom, hogy nem lehet eldobni. Nem lehet eldobni. Van kristály. Ezek még a megcsinált küldi. Nem trekkelni lehet csak. Hát mindegy. Én ezt nem tudom, hogy csináljam meg. Vagy menni kellett volna ezért. Menni kellett volna még... több Crusade-re esetleg, és akkor lehet, hogy úgy, mint az előbb a pamutot, ezt is csak úgy beadja, vagy nem tudom, ezt tartom logikusnak, csak nem, lehet, hogy annó ugye simán mentem, aztán ugye meglett, itt meg így kevesebbet mentem, mert több vizé, ott a gold fúg, többet voltam a farmon, aztán, hát, nem figyeltem, mindegy. Dekorációnak. Ja, itt a kis izé, jó van. Hát most nem hiszem, mondjuk ez jó lett volna meg. Vagy mit akartam, már megint valamit akartam építeni. Ja, kriptát még mindig. Jaj, meg várjál, hát nem jó, hát nincsen kitermelésünk. Kellene kő, meg izé, meg fa. Nincsen kitermelésünk. Ide! Gyere ide! Adj. Te is! Adj. Gyere! Segítek! Attól megy fel a loyalty! Szera, miért jön ide batyogni kalapál? Mamma, innen öreg vagy, mamma! Ma megcsináljuk ide, ideérsz. Erigyé. Vagy csak idejött ellenőrizni? Szerintem csak idejött ellenőrizni. Biztos megcsinálták ezek a fiatalok jól. Oh, by the way, akinek meg ideje, akinek bejött, annak kéne adnom nyakláncot. Várjál, mert Dragonon sics izé nyaklánc, várjál. Moon. Increase the loyalty. Let's go. Jó. Most itt beszedjük, nagyon jó. Ebből többet kéne leraknunk, hogy jöjjön minden is. Ó, szereti a kaját. Szívesen!
Na, menjünk ceremóniázni. Rituálni, hogy let's go! Tudunk lenni izét. Tudunk szedni fel új embert. Na, várjál, akkor visszaszedjük Vibekét, vagy Mandaszt. Vibeke és Szemi és Mandaszt. Mindenki level 3-as. Ezek nem kellene. Visszaszedjük mindenkit is szépen lassan. Ki kéne pörgetni azt, hogy mindenki halhatatlan. Az lenne a király. De szerintem baromi nehéz, mert azt hiszem krüzédeket kellett mennem. Olyan infinite krüzédeket, és akkor ki lehetett pörgetni a random nyakláncokat, hogy valahogy így volt. Nem tudom, ki emlékszik rá. Meg van egy inspiration! Let's go! Ez az. Taxos kell. És megint ilyesek vagytok? Öcsém. Na várjál, mi van akkor most? Janitor Station, Grand Shelter, Shared Shelter. Pray for multiple followers to sleep, és never collapses. Az mondjuk egyébként jó lehet, mert Scarecrow, Harvest Totem, az nem kell. Fertilize, Bone Decoration, ez most nem fontos. A Missionary ez nem lenne jó, de bro, ezek soha nem... Többen is aludhattok benne, és nem... Tehát nem megy szét. Kérdés, hogy mibe kerül? kakiba kerül, meg aranyrúdba. Jó, egyet megépítünk. Egyet megépítünk. Ja, meg csinálok nektek kaját közben. Better than nothing. Yeah, that's true. Better than nothing. Jó. Akkor viszont nem tudok fertilizolni, akkor már lehet, hogy kéne valami, amivel tudunk előállítani kakit. Miért ez nagyon kell? Ezekbe be is laktánk. És Blakey mellé be tudjuk rakni mondjuk Cunit, meg mondjuk magamat. És akkor itt leszünk hárman. Nézd oda! Nézd, hogy belakjuk! Jaj, de jó! Kész, be is laktuk. Easy. Na, viszont most van kajátok, van minden, akkor én elmegyek egy krüzédre, aztán meglátjuk, hogy... Hopp, mennyi adod? Nem kell. Most szerzek magamnak. Nem ad a... ott a karfiol! Tudnék már karfiolt, egy párat veszek. És akkor ezt majd ültetünk viszont, hogyha jövünk vissza. Na, mit kapunk? Vampiric Sword, jó, oké. Ugye lifesteal, ugye nem kell gondolom bemutatni a vampiric dolgot, ugye nem véletlenül vampiric a neve. Ez jó, ez a lifesteal. Én ezt nagyon szeretem. Szét tudtam ütni a medúzát végre. Akkor lehet, hogy csak a... Ja, failed question. Lehet, hogy csak kalapáccsal nem sikerült. Medúza ráadásul azért jó halat ad, ami pont kárpajára, úgyhogy ez nekünk nagyon-nagyon jó. Micsoda? Mi? Ne már! Most miért fog Cuny elmenni a ködből? Azért, mert beféleltek ezt? Hát mit csináljak? Na, mindjárt berakom izébe a prizonbe, azt nem fog izélni. De jó, hogy elmegyek, és azonnal kitöre káosz. Imádom! Nem viszed el a goldomat, Cuny? A jó ég álljon meg. The one who waits álljon meg. Nem viszi el a goldomat, berakom a prizonbe. Csak végezzek addig. Az a baj, hogy...
baromi sok a csont. Nyilván, mert hogy ugye LOL itt sok a hajó törött, és ugye hát a... izé alján itt sok a csont. No, elrepültek a medúzák, sok hal. Jó, ami nem fontos, ezt most nem nyírbálom le. Ne! Szere meg meghalt! Ezt nem hiszem el, ezt. No! Most toltam fel a lojaltit. Ne várj! Ne, hallod. Itt olyan izé lesz. Itt olyan felkelések lesznek. No. Mindenki lázadni fog. Várjál. Nem tudom, merre kell menni, de még ott hagytunk egy szobát. Várjál, megnézzük itt, mi van fent. Ezek erre is lehet menni, szóval akkor... Ó, de ez a tarottos, jó. Jó, gyorsan. Give the map. Jó. Oké, bye. Megpróbálok sietni, mert... Ezek leléptek a pénzemmel. És az a legrosszabb, hogy szerintem aki lelép a szektából, ez nem tud visszajönni. Legalábbis én eddig úgy vettem észre. Na ott most megint van valami. És ott megint van egy másik gyümölcs is. Nézd meg, mi ez? Pick hops. Ez megint valami izé. Hopseed. Hopsi. Akkor ez megint van. Ezek tök újdonságok. És megint decide van. Ezek szerintem mind ilyen új kaják. Viszont akkor mehetünk rá a szőlőre. Innen. Mert ezt meg gondolom, hogy... Next chest will be gold. Hát köszönöm. De jó! És tényleg akkor termeszthetünk szőlőt. Tehát egy csomó mindent lehet most már termeszteni. Ez nekem mondjuk nagyon tetszik. De ami ott röpül fel, azt miért nem tudom elkapni? Ez nem ér, ez csalás. Ez vagy egyből boss, most nem egyből boss jön, de hogy már a bossra fogunk viszont menni. Úgyhogy, hát nem sok mindenünk van. Előtte hát, ha még talán esik egy tarot, hogy ilyenek. De miért nem tudom? Ja, érted, hogy addig tudom őket levágni, amíg el vannak bújva. Még ez... Hát talán ilyen izé... heavy attack-okkal esetleg kivitelezhető. Hoppá! Ezt nem így terveztem, de... Crystal window? Oké. Okay. Mondjuk ezeket, ezt a Crystal Windows, ezt azért nem értem, hogy overall, mert hogy amúgy nem tudod berakni a házba, meg sehova, tehát hogy ez ilyen kvázi, hogy mondjam, ilyen dekorelem a semmi közepén, és így miért raksz le a semmi közepére egy ablakot? Like, for what reason? Irányba megy, vagy négy irányba. Úgyhogy... Oké, viszont ott a Hounds of Fate-et nem hagyjuk itt. Köszönöm, thank you, bye! Kicsit félre nyomtam.
Hounds of Fate-t én nagyon-nagyon szerettem. Volt egy erősítő az egyik ilyen kártyára, és ez borzasztóan erős volt, így a Hounds of Fate. De nem már, jaj, de elrontottam. Fú, de sok helyre kell figyelni. De jó, megpróbáljuk még egyszer. Feláldozzuk a izén. Let's go! Menjé! Megvolt. You died, yes, I died, yes. Oh my god, Lord. Hát ez... jó, ez kellemetlen volt. Nagyon gyorsan be kell zárni Cunit. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. Oké, okay, és nyugodjál meg. Minden rendben. Minden szipi-szupi. Tessék breaking. Tudom, szar a helyzet. You must restore faith in the cult. I know. Ja, igen. Várjál, elviszem odébb, és majd ott kiveszem belőle a nyakláncot. Hát ide a lótet. Így nem látják meg. Nem, ez nem igazság. Tehát nem is látták. What do you mean? Oké, wait. Jó, egy kicsit szar a helyzet, de nem annyira, várjatok. Ez mi? Modest, az jó. Az jó, az nekünk most kell a loyalty, let's go! Gyertek, ez nagyon jó kaja eskü. Nincs benne semmi drog, hogy jobban érezzétek magatokat, tök jó. Jól fog esni, trust me. Nyom. Oda néz, hogy megy fel neki. Na, elegyengetem a kis tökeimet. Restore your cult's faith at least 50% of followers. Or followers will leave. De miért megy lefele? Miért megy lefele? Hát most zabáltatok meg minden. Várjál. Jó, Reaper. Oké, ez jó. Tartsunk egy rave partit. Rituálé. Ne, nincs rave party. No. És ugye kimosom az agyukat. Mossuk ki az agyukat. Hát ha segít. Please, I swear to God. De hát csomó kaját tettek, ami loyalty-t visz fel. What do you mean? Ja, pont igen, nem egy szévány, bocsánat. Oké, még egy ceremóniát gyorsan tartsunk. Eskü jó lesz.
Oké, okay, megadta, mert breaking-el kell már csak beszélni. Zsír! Menjetek már arrébb. Breaking! Eskü nem drogasztalak be titeket, és lesz így meg a follower lojáci. Let's go! Quest complete! Na! Kocsi is visszatér. A 42 goldot hozott. Fia, az nem rossz. Az nem rossz. Mit tudunk még csinálni? Mit reged? Isten neget. Hát ezt szerintem nem csinálok ilyet. 16 darab fák van, úgyhogy ez nem kell. Kő kell, meg kő. Mit ez ész? Kő, meg kő kell. Jaj, az ujjakat ültessük el, várjál. Így, és ide meg a szőlőt. Így, és itt már van még egy famut szíd. Meg még itt is van. És akkor tudunk ültetni karfiolt. Van egy olyan kaja, ami tök karfiol, meg ha jól emlékszem, tékla. És ez baromi jó kaja, azt hiszem, ha jól emlékszem. Várján. De ott van melletted a WC, most miért nem abba mész be? Ezt nem is értem, hát azért raktam le két WC-t, hogy használjátok ti. Okos tojások. Na várjál, rakok fel ebbe aranyat, meg rakok ebbe aranyat. Sima fertilizert, ezt most nem használom már, mert kell majd az építésre. És elvileg most ennyi. Oké. Okay. Rikunak van ajándék? Van ajándék. Kinek nincs ajándéka? Nekem van, nekem nincs. Várjál. Is loyalty, oké. Okay. Kinek nincs még ajándék? Auréliának van. Vibekérek nincs, mert őt kilútaltuk. Adunk neki egy olyat, hogy éjjel-nappal fönn van. Ez rával. ez tetszeni fog neki. Breakingnek adtunk, ez oké. Okay. Köszönöm szépen! Szia! Köszönöm a követést! Érezd jól magad! Kocsit hagyjuk aludni. Most ő chillál, most ő neki nem kell. Nyomunk egy kizét, egy szévet, nehogy baj legyen. És akkor valakit el tudnánk küldeni esetleg egy missionary-re. Coin. 94% egy nap. Az nem rossz. Egy nap a kő is. Mondjuk, hát ez a... Jó, mindegy, de hozzon követ, mert az igazság, hogy most nagyon szarul állunk a kőből, meg kajából, várjál. Mit süssek, főzzek nektek? Kaptok füvet? Uszúj éhen, hát nem elég a fű? A válogatós mindeneteket, hát nem elég semmi. Várjál. Szóval, Svír, mi a helyzet? Na, van végre izé, hús, az jó. Gyóntatok már? Nem gyóntatok. A mindenit. Várjál, ki gyónjon. Gyónok én. Miért van rajta, mi a fogyaték sapka? Miért ez a sapka? Meg akarom nézni, hogy milyen különbség van a izék között. Add ide azt a... Add ide? Leveszem a difficulty-t, megnézem, milyen különbség van. Kíváncsi vagyok. Megnyomok egy szépen. Hol van? Menjünk le médiumra. Kíváncsi vagyok, milyen damage különbség van. Mennyiért arra resztet? 60? Hát annyiért tartsd meg az aprót. Jó, én most nem veszünk semmit. Menjünk ide vissza. Most elvileg most jók vagyunk, mert Cunit bezártuk, úgyhogy nem tud lelépni. Jaj, te gör! Oké. Okay. Próbáljuk a
jobbat kihozni belőle. Felmondtál? Na, új munkahelyet is kerestél már, vagy most csak a végleges felmondás, vagy... Hello. Over a weapon damage. Easy. Kétszer annyiért. Az nagyon jó. Gratulálok. Az szép, az szép. Hát ez egy nagyon-nagyon jó. Nagyon jó ajánlatnak hangzik. És a munka az ugyanaz, vagy valamit, mit kell más, hogy nem home office, vagy ilyenek. Fél óra kocsival, aha. Az nagyon jó, az teljesen jó. Hoppá, bocsánat. Hát gratulálok. Hát nagyon remélem, hogy be fog válni, meg minden patentezt. Good luck, bro. Miért nem sebzi? Ah! Azt már szeretem. Szeretem, amikor csicska vagy, ezt meghalsz magadnak. Mennyivel könnyebb így amúgy? Várj, még a bosszok nem biztos, hogy könnyebbnek. Most így könnyebbnek érződik. Na nézzük, most itt megint van kaja. De ott van follower. Ott meg csont. Na mindegy, várjál. Megyünk egy followert, azt nézzük meg, hogy izé... úgy relik. Nézzük meg, hogy hát, ha valaki be tud-e jönni. Nem biztos, de nézzük meg. Magasabb pozíció. Ja, csak ott mindent kaptál. Jó, van, let's go! Sajnos eddig nem sikerült a settings beállítani, hogy működjön a bővítmény normálisan. De majd mindjárt megnézzük, hogy followerként be tudtok-e jönni. Igazából csak az összefőni. Ez jó. Hát figyelj, de azért nem tudom, hogy egyedül fogsz dolgozni, hogy azért lesz nekem munkatársad, azért mégiscsak ők lesznek veled, ha lesznek a nap java részében, tehát azért Szulinak is új munkahelye van, és tökre éri. Nagyon-nagyon szeret ott lenni, meg jó. Ugye arról sokat nem beszélhetek, de hát attól azt még elmondhatom, hogy jól érzi magát, meg tetszik neki a hely, szóval... Ja... Ő is nagyon örül neki. Én most annak örülök, hogy most van izé torta rendelésem. Én annak örülök nagyon. Most egy kicsit dolgozhatok én is így ilyen szempontból, annak nagyon-nagyon örülök. Come on. Jön a halacskát. It's okay for me. Gább lesz kaja. Perrit, ezt figyelted, ne haragudj már! Ez egy olyan Dark Souls-i reflex volt. Ez már nem.
egy kis dagger, vagy axe. Hát én lehet, hogy most az axe-ot választom. Bane volt mind a kettő, úgyhogy let's go! Ez egy jóféle, jóféle. Haza magadnak? Vagy karfi volt? Ajándékot? Hát szerintem viszem az ajándékot. Kaptad mini-mi. Na és akkor meg is tett még egy izé. Na irány vissza. Na! Hát azért lehet, hogy hardra visszarakom. Hát azért... Jó ez, de ezért lehet, hogy hardra visszarakom. Na, mit jött csak haza? Ó, várjál! Szóval kiröhögik még egy párszor. Úgy ne. Meg kell nyugodni, attól majd megnyugszol. Jó. Egy rainbow! Nem. Ez a glowing. Várjál, a glowing az mit csinál? Jaj, ezt meg el kéne vinni Plimbóhoz. Na várni, ezt meg el is felejtettem. Itt van Atrix Fireflies. Ja, tehát akkor a izé. Ó, az milyen fancy izém volt már. Ó, azt épp hogy meg le. Milyen fancy söprűm van már. Na, azt elkövet. Jéj, 25 kő, az elég jó. Yes, sure, let's go! Várjál, valakit elküldünk gyorsan. Breakinget nem tudom elküldeni, de... Elküldöm meg. 3 nap mire hozok követ? Hát a francokat. Várjál, 2 nap, 3 nap. Op! A hülye gyerek itt 1 nap. Let's go. Mennyi? Indulj el. Dologra. Mit csinálok? Oh, de cuki vagyok! És miért vagyok mérges? Nincs is megöntözve semmi. Ki a tököm csinálja a farmot? Megéri, ne? Zsé vagy. Az az. Zsé vagy. Add ide a húst. Na, várjál. Akkor most megint ki. Akkor a shelter már nem kell. Akkor janitor nem kell. Ez basic decor. Ez tabel. Place of, for followers who are not worshipping to pray through the day and deposit devotion. Propaganda speaker is van, várjál. Ó, itt a 2-es kripta. Morg. Ez mi a tököm? Ez mi? Mi? Followers can collect and store bodies while you are away, but it must be emptied before it is full. It will cause illness. Volt ilyen a régibá? Nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy lett volna. Amúgy ez nem egy rossz dolog. Scarecrow van, még egy missionary. Hát én szerintem azt megnyitom, ez nem egy hülyeség, mert ugye
Igen, összeszeditek a hullákat. Ez nekem tetszik. És akkor nincs az, hogy sírás, meg rívás, meg mit tudom én. Szárja meg is nézem, mibe kerül lerakni. Majd úgy szeretnék dekorálni, mert csak még kevés dolog van. Az meg ehhez is kő kell, nem igaz? Megőrülök. Jó, nem baj. Ide. Ja, de volt! Ilyen volt. Jó. Már emlékszek. Ilyen volt. Mert ebbe is bugoltak be emberek. Emlékszem. Én arra tisztán emlékszem. Ó, gold cup! Let's go! Még toljatok még több izét, aranyat. Na, nézzük meg, hogy valaki be tud eljönni, de nem hiszem egyébként, hogy működni fog, de ezért nézzük meg, hogy valakinek feljön-e. Várok egy fél percet. Szia, Sporky! Hello! Mi újság, hogy vagy? Nem jön föl senkinek semmilyen ablak, ugye? Így a monitorjának, vagy hát a stream felületének az alsó részén kellene lenni egy olyan résznek, hogy szeretnél csatlakozni a szektához. Gondolom senkinek nem jön fel pirossal. Semmi. Aha. Jó, oké, akkor nem izélek. Várjál. Randomizálunk egyen. Itt vannak. Unikornisunk még úgy sincs. Let's go! Hát sajnálom, majd megint várni kell akkor, hogy működjem valószínűleg. Jó, itt is randomizálunk egyet. Ó, kiskutya! Meg mit tudom én, építs, de semmit nem tud csinálni igazából. Viszont nem lesz elég ágy. Ilyenünk sincs. Ez milyen trétek? Harder to level up. Recruiting follower immediately lose time to fate. Follower sacrifices minus fate. Hát, jó van. Igen, hát nekünk nincs ilyenünk, és azért fura. De várjál, most mindegyik agymosolt. De ez elvileg izé. Elvileg ő bolond. Ja, ő bolond. Tehát, hogyha nekem nincsen frissítésem, akkor mit csináljak? Szerinted? Szerintetek? Mert nincs a Steam-en free... Vagy futtassak le egy ilyen izét... Constructed a new building. Na, nice. No longer exhausted. Szia, Breaking! Quest complete! Na, összerakjuk itt a cuccot. Cloud save? Biztos, nem tudom. Hát... Ugye eddig nem foglalkoztam vele, aztán... Nem tudom. Respect your elders, good die young. Jó, megpróbálok én is egyet mindjárt, jó? Mert most érted, még van egy órám köbben játszani. Most itt én annyit terveztem, hogy egy ilyen 3 órát játszunk, vagy 4-et, most nem tudom. És akkor utána izé... Jó. Thank you.
Mi a másik gép? What? Miért beszélsz a száddal? Nem tudsz mire gondolni, mi miatt bugzik. Hát én se, sajnos én se. De látod, de figyelj, figyelj! Én borzasztóan boldog vagyok, mert legalább most már látom. Tehát, hogy most már látom. Tudod, milyen boldog volt, hogy megjött, hogy oh my god, ott van! Borzasztóan, borzasztóan megörültem. Hát azért is azért azonnal lenémítottam ugye a mi nevét. És akkor mutattam nektek a... Ugye bevezetett, és akkor mutattam nektek, nézzétek, nézzétek, nézzétek! Nincsen update-je a játéknak nálam. Csak ez a baj. Egy DLC fog jönni hétfőn, azt tudom. Azt beszéltük is, hogy majd megvesszük. Aztán ennyi. Mert látod, van egy ilyen chat decide, és akkor itt van, hogy izé... Fate has been increased. Tehát olyan, mintha magától csinálna a játék közben amúgy ezeken. Nem, sajnos nem. Sajnos nem menj. Megpróbáltuk, és láttam mindenki, hogy én is izé végnyomkodtam, meg itt tudom én. Sajnos nem. Árjál, mint tudom itt a gyönge őrülteket. Ja, nem ilyen semmi. De amúgy azért nem értem, hogy mondja, hogy az Unholy Alliance legyen meg a streamereknek. Hát az Unholy Alliance az a DLC-vel jön ki, nem? Tehát, hogy tehát a hétfői, augusztus 12-i update-tel jön ki, nem? Vagy hülye vagyok? Tehát, hogy... Tehát, nem is fog működni. Én nem tudom, csak én úgy emlékszem, mintha izé... Hát hétfő jön ki a DLC, megmondom, szerintem az mert én úgy emlékszem, hogy az Unholy Alliance-t is arra írta, úgyhogy, ja. Van pénz, nincs pénz. Jó, nem baj, addig megyünk, mert addig úgyis le kell nyomni a Heretics-eket, meg a mit tudom én, szóval. Csak emil. Addig nem nagyon gyűjtöm az embereket, majd akkor megnézzük hétfőn aztán. Csak ezért tudok lenni. Addig gyűjtjük az emberkéket, aztán csak. Vaj, már megint zegör. Hát ugye le kell nyomni a bishopokat, úgyhogy... Nem baj, ezért nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy próbáltatok segíteni. Ettől függetlenül. De ugye ezt minden alkalommal megcsináltam egyébként itt a játékban addig. Tudom, hogy mindig én éreztem magam hülyének, hogy mondtam, miért nem sikerült, tehát látod, mindent végigcsinálok, ugye a reinstallt, elkezdve idét. Milyen szírszal. Hogy kapott el? Na mindegy, nem, ez jó. Amúgy milyen volt a free hétvége, aki ment vovozni? Kinek tetszett? Mit csinál? Nem tudom, elnyomtam. Hát tudom, páram voltatok vovozni. Senkinek nem hozta meg a kedvét, hogy feltöltse mi. Nem tudom most mit így pusszalni lehet-e. Talán még ezen a héten lehet, de annyi. Mi a... Te akarsz mondd meg? És mit csinálsz velük? Jaj, de jó. Pont akartam kérni amúgy. Gravely-l legyen mindegyik. És így akarok majd izé estén is elmenni egy raidre, hát ha sikerül. Most sámánnal, hogy valami... Most versen akartam segíteni, csak elment moziba. Úgyhogy... Jól van, okés. Max meg tud őket
kérdezni esetleg, hogy azért, hogy ha működik, akkor ők vajon mit csináltak, hogy működjön? Mit tettek? Kit áldoztak fel, hogy működjön? Beszélni, külpelni. Nem baj, toljuk még egy, nem tudom, egy fél órát körülbelül, aztán utána majd elmegyek kajolni, meg ilyenek, aztán szerintem még egy picit vovozok a üste folyamán. Neki sem működik? Fucking finally, de nem vagyunk egyedül. Vagy bocs, nem úgy azért örülök, hogy ilyen nem működik neki is, csak akkor ezek szerint nem vagyunk egyedül. Jó van, jó van, ez már valami, ez már valami. Akkor lehet, hogy 5 nap múlva mindenkinek jó lesz. De ezt is nagyon ezt fogom játszani, ez biztos. Át kell jönned Dragon hozzám játszani. Mit szólsz hozzá? Adokkal játszunk minden, csak menjünk játszani. Jó, ér emlékszik erre a gyerekre. Ja, jó van akkor. Az persze! Biztos azt kaptál nálam! Rák egyik egy gyomrodat. Spawn bombs across the room. És mi van most nálam? Az se rossz egyébként. Jó, mindegy. Hozzad a bombákat! What? Toxic! Várja, kristályt ezt kiütöm még. Te is jöhetsz, Psycho, nyugodtan. Legyen az Axe. Nem is értem, hogy ha a Diablót meg az ilyen izéket annyira imádjátok, ez hogy nem szeretitek? Nem értem. Vagy nem tudom. Én valahogy egy csomó olyan játékot szeretek, ami műfajilag semmi köze egymáshoz, de nem tudom, valahogy mégis annyira le tud kötni, és ahogy amilyen szinten titeket le tud kötni, például ugye a Diabló is, nem is értem, hogy ez meg hogy nem. Vagy hát úgy nem értem, hogy olyan fura simán kinézném pár emberből, hogy úgymond el lenne vele. Basszus, most annyi fele lehet menni. Játszottál vele, de azt mondtad, hogy nem tetszett, nem? Vagy rosszul emlékszel? Lesz benne kóp, ha most lesz benne, de csak ez egy problémája van, hogy valószínűleg, hát nem tudom, hogy remote play-jel működni fog, ezt akartuk ugye majd Dragonnál megnézni,
Mert egyelőre csak azt tettük, hogy lokál kóf lesz benne. Hogyha ilyen izé lesz benne, akkor már érdekelne? Igen, kaucskó, bocsánatot kérek. Agyon vágtam, szerencsétlen. Az a baj, kaptam egy sebzést. Hát jó. Small gift? Vagy kő? Nagyon small gift. Inkább megy fel a loyalty. Nice. Na, és most mehetek haza arra, hogy mindenki haldoklik, mint a... Let's go! Most mindenki a halálán van gyakorlatilag, úgyhogy zseniális. Viszont már 20 kristályt szereztem, úgyhogy lassan le kéne menni a partra, és oda kéne adni nekik azt a 25 kristályt, amit kértek. Na nézzük! Jézus Isten, mindenki összeszart mindent! És akkor most ki beteg? Vagy most mi van? Hey, divosan pupi! Erje. Csakalapajamana! Az a baj, hogyha meg még utána... utána meg még lejár az agymosás is, nem sokára. Akkor meg még éhel is akartok majd halni. Szóval ez így most nagyon-nagyon gáz. Várja. Ez a healingbe is. Megjött az NPC. Jó, 25 kő, az már jó. Mi van? Jó, adjék dekorációkat, hát ne most légy szíves. És megpróbálom meggyógyítani. De miért kerül ugyanúgy 15-be az is, hogyha full HP-ra, vagy hát full betegségre húzom le őket, meg az is, hogyha izé... Hogyha éppen, hogy van betegségük. Tök rossz. Nem lesz elég virágom szerintem ehhez. Magamat kell meggyógyítani, meg kucsit talán, mert ha még az NPC meg is hal. Ilyen, ne. Breaking is nagyon beteg. Kell még egy farm, az a helyzet. Amin virágok nőnek, mert így, hogy most már plusz izé is van. Szőlő, meg mit tudom én. Így most már egy kicsit sok. Jó. Oké. Ezt el kéne küldeni. Salamban, tájön. Tegyek nekik. Jó, és ha van mit enni, Cunit megnyugtatjuk. Adj! És akkor végre most már ő is kijelt innen. Menj el egy dolgodra! Na. Viszont most már jól állunk kőből, és akkor mit akartam? Megint nem tudom, hogy mit akartam. Kriptát akartam építeni? Na, most már ő is beteg. Mit akartunk építeni?
kriptát biztos, mert kelleni fog még egy kripta. Miért van összehányva minden? Hát... Jézusom! What the freak is going on? Minden összehányva. Jó, betegeskedtek, meg ilyenek. És akkor van nekünk egy crown. Szerintem az utolsó afterlife-ot most meg ki kéne oldani. Return to the earth. The corpses of dead followers may return to the earth by becoming fertilizer. Unlock the grave building. Itt nem tudom, hogy egyébként melyiket jobb, mert hogyha ha fertilizer csinálunk belőletek, akkor attól még én vissza tudlak titeket hozni, nem? Emlékszem. Viszont ez tök jó, hogy megy fel a fate, hogyha van grave. A fertilizer meg jobban kell. Nem tudom. Jó, ugyanez. Viszont valamiért én úgy emlékszem, hogy mindent ki lehet unlockolni, nem? Vagy rosszul emlékszem? Még NPC-ket is lehet izélni. NPC-ket is lehetne fertilizolni. Egy fertilized... ...üzével tenni, hogy mondjam, érted? Pont nem lesz meg. Nem baj. Nézzük meg a rituálét. A választ most arra, tehát hogy ezt kérdezem tőletek chat, hogy minden, tehát hogy ki lehet unlockolni a többit is, ugye? Mert én úgy emlékszem, hogy ki lehet. De nem akarok hülyeséget mondani. Mindent ki lehet. Jó, oké. Okay. Ezt nem tudtam most hirtelen, mert úgy emlékeztem, hogy az utolsó update, nem is tudom melyikkel, már ki lehetett. Mindenhova oda van hányva, az Isten ágyom. De miért vagytok ilyen rohadt betegek? Ja, tudom, mert lejött az agymosás. De ez is ahelyett, hogy elmenne aludni, meg ilyenek, itt toporog. De minek? Minden össze van okádva. Bra! Ott fog... Se le kéne mennünk, izé, halat fog. Persze, hagyja. Let's go! Upgrade-elt! Juhú! Persze, hagyjátok itt, majd én megcsinálom. Nem számít? Az fini! Én is ezt akartam csinálni. Nem volt idom krumpli. Egy cukinim van. Majd lehet, hogy abból fogok csinálni. Menj el, bedreszt, mert én nem akar aludni. Jó, egyelőre most akkor... Ja, dekorációt kéne építenünk. Hát, építek egy kis fountaint szerintem ide, ez tök aranyos. És... Nem tudom, mit építsek. Walls of Ruin, ez tök jól néz ki. Ezek a vázek, ezek... ez a izéhoz menjen. Ez itt tök jól néz ki. Így. Igaz, hogy abból gyógyítani kéne a betegeket, de tök jól néz ki, szóval I don't give a fuck. Sokkal jobban néz ki a dísz. Órán, tudod, mit szeretek nagyon? A cukini salátát, ezt egy ilyen kicsit tartáros alapban, van egy krumpli saláta, és ezt hasonlóképpen én készítem el. Ilyen tartár alapba rakok ilyen, hát tudod, ilyen lesózott, leöblített lilahagymát, mert nem bírja a gyomrom, meg petrezselyem, meg ilyenek, és akkor abba a cukinit meg szoktam nagyon vékonyra szelni, hát így le... szelni, és azt egy nagyon picit elő szoktam, most nem emlékszem, hogy sütni vagy főzni, most nem tudom már, hogy volt a receptben, már ezer éve nem csináltam, és azt, ne vidd el a húsomat, te szemét! Add ide! Add ide!
de szép. Ó, de szép. Na ide, és akkor ezt szoktam össze. Fú, nagyon finom. De a krumplival is nagyon finom. Na, befogadjuk itt a izékat. Randomizolunk egyen. Pupi! Akkor ezek szerintem megvan a pupi. Tehát a rántott cukinit, ezt nagyon-nagyon szeretem. Undertaker. Te leszel az Undertaker, bro. Na. Menjünk gyónni egyet. Zolcsi. Rikó. Gyónjon még, aki olyan. Cuni. Cuni pont upgrade-elne. Rántva minden jó. Igen. Tudod, mit szerettem annó rántva? Ilyen sokaknak tök hundi. Az ilyen mars csokit, meg a bountyt, meg az ilyeneket, meg a banánt. Ugye az ilyen, ez ilyen nem zsemlemorzsában, hanem ugye ebbe a palacsintamasszába, sűrű palacsintamasszába, mint a büszé szeletet, párizsi szeletet. Yes, ez olyan finom. Oh my god, ti nem is tudjátok, mi a jó Psycho. Olyan finom. Olyan finom. Imádom. Yes. Én az almát is nagyon szeretem. Meg mondjuk nekem vannak ilyen weird dolgaim, hogy én például a rántott húsihoz imádok ízét enni, gyümölcsöt enni. Like, mint például ízét, mit tudom én. Oh! Pofán vágott, mert WC közben kivettem a lólakpulát. Hogy pofán küldet? Szóval nagyon szeretem az izét, az őszi barack befőttet például, vagy az alma kompótot, meg az ilyeneket. Hogy pofán küldettem úgy? Ez nagyon jó, eh? Francia, az bármivel. Ezt nagyon szeretem. Yes, hogy have a great time. It's so funny. Tartok egy ceremóniát. Ezért te leszel az utolsó, akit visszahoznak. Kap be! Nagyon finom! Nagyon-nagyon finom! 33 coint kapunk. Na, ilyen izét tudunk még építeni? Ilyen offeringes témát tudunk. Akkor ilyet építsünk már még egy párat ide. De fountain-t arrébb viszem maximum. Azt tudom! Azt mindig tudtam, mert alapból, amikor az én sütiket csinálom, mindig megkapom. Ah, meggyógyítottuk, és most örül neki. Akkor vagyok igazán veszélyes, amikor elkezded megkóstolni a sütijeimet. Most van megint, én annyira boldog, hogy most van megint tortarendelés. Miért kell ide szarni? Van megint tortarendelés. Na, bebugolt a gold! What? No! Ott maradt a gold. És annyira örülök neki, és önizgatott vagyok mindig, amikor tortát csinálhatok végre. Annyira szeretem csinálni, és olyan jó érzés. Na, viszont elmegyünk horgászni, és megnézzük, van-e akció. Akció. Nincs akció. Nincs akció. Viszont a kristályt ezt elhozzuk. És kaptunk Axelda! Let's go! A szülinapodra tőlem rendelsz? Rendelj! Én leszek a legboldogabb, hogyha megcsinálhatom neked. Ja, még benn van az autófis, jó van. Én nem tudom, én megeszem.
a pizzás, vagy ananászos pizzás ananát. Én megeszem. Én nekem nincs vele. Én nagyon szeretem az ilyen... Én szeretem az ilyen weird ízeket, hogy ilyen édes sós, meg savanyú, meg minden. Én ezeket nagyon szeretem. Én borzasztóan szeretem a gyümölcsöt. És ebből kifolyólag, hogyha valamilyen kajában van gyümölcs, vagy ilyenek, akkor az nekem jöhet. Tényleg! Nem kell a májkrém! Nem májkrém! Gyere már te, meg kap már be! Kap már be! Én nagyon szeretem az édeset, a sósat, Cuni. Azért szeretem nagyon a Snickers-t például, mert az is ugye az is, milyen neve? Ugye sós, meg édes, a karamell, meg a... Hát a sós karamell, hát ez a mindenem. Konkrétan a sós karamellt imádom nagyon. De és miért nem dobja be ilyen? Hát nem látja, hogy nincs ott hal. A marssal nekem mindig, a mars csokival az volt a bajom mindig, hogy ráragad a szájpadlás, tehát finom, de ráragad a szájpadlásodra az a csokis, hát nem tudom milyen réteg, és nem tudom, az olyan rossz érzi, de amúgy finom a karamell miatt, imádom. Tudjátok, melyik az a csokoládé, amiben borzasztóan csalódtam? A túró rudi. No offense, at this point, I don't care. Én olyan szinten csalódtam a túró rudiba, a pöttyös túró rudiba. Annó mindenki oda volt érte, hogy ugye mekkora király, meg ezért finom, meg tényleg finom volt, meg minden. Viszont most vettem például egy epres pöttyös túró rudit, mert az volt a minden, nem annó, és egyszerűen olyan íze van a tejcsokinak rajta, mert tejcsokiset vettem, ezt de full klasszik, olyan íze van a csokinak, mint az igazi szarfos, régi télapó csoki, amit egyszerűen még a palacsintára se teszel rá csoki öntetnek, mert ilyen tök gagyi íze van. Nem túró rudi utálat, egyszerűen csak rosszabb lett szerintem a túró rudi, mint amilyen annó volt. Én szerintem ott konkrétan arról van szó, hogy kihagytak belőle, nem tudom, vagy rosszabb a minőség, vagy nem tudom, tehát érted, hogy miről beszélek. Egyszerűen nem finom már, szerintem. Szerintem spórolnak a csokoládén, vagy nem tudom, és így... Nem tudom, nagyon gáz. Rudit kiadják belőle, ja. Biztos, hogy kevesebb benne valami, mert teljesen más az íze az egésznek, tehát. Úgyhogy, ja, én nekem az egy borzasztó nagy csalódás a túró rudi, bármilyen ízben. Teljesen mindegy milyen ízben, mert például egy, nem is tudom milyen túró, azt hiszem túró gombócos volt, amit megkóstoltam most nemrég. És éreztem belőle valamit, de egyszerűen annyira elnyomta ez az undi csoki, hogy nah. No. Na mindegy, úgyhogy nekem meg ez volt az izé, mondom ilyen. Ja, hát nem finomak már, mint annó. Az összes ízesített szar csak a de a klasszik is ilyen mondta, a klasszikban is valami ilyen nem oké. Egyszerűen. Mert én a klasszikot is szeretem. És valami nem. A ízét szerettem, hol vettünk? Aldiba vettük talán? Ott van valami ilyen rudi, ami... Most nem tudom, hogy oké márka vagy mi. De az volt még finom. Úgyhogy az jó volt. Ó, banyek! Pont ledobott egy 6-ost.
És még lehet, hogy ki is szúr velem. Várja. Ó, actually... Na, ha-ha! Ezt megnyertem, csicska! Veszek az én időmben előadom olvasó szönegem, hogy így van. A madár teljeset? A mizó? Az italt? Az italt madár? Az nagyon finom. Ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem. Az a baj, az epröset meg a sós karamellását ittam, de az nagyon finom. Ja, akkor Rudit? Azt nem. Szia! Na, meg is jött Cuni. Pont végeztünk. Rudit? Nem. Azt nem. Na, guys, viszont pont megjött Cuni. És meghozta a nyamit. Én még gyorsan megnézem, hogy tudunk-e valamit vásárolni. Megjött Cuni a Rudival. Úgyhogy mentem a Rudira. Jaj, várjál, mert ez megint questet ad. Van megint questet ad ez a bolond. Szia, Dorjala, szia! Sold out a follower, de nem tudom már mikor ezek a tűnik. Fúj, de undorító vagy! Melyik mondta? Hazad! Ó, oh, de cuki vagy! Mindenképpen, Lili. Mindenképpen, mert megcsinálok neked finom sütit. Tortát. Olyan tortát kértem, hogy ilyen tök egyszerű kis csoki, meg rakok bele málna hát ilyen betétet, ugye ilyen gyümölcs zselét gyakorlatilag. És fondantost, ezt egy kisfiúnak lesz valami ízé, autós mesében lesz rajta ilyen ízé, kis autók, meg mit tudom én. Úgyhogy jól fog kinézni, remélem. Mondjuk én megmondom őszintén, hogy én sokkal jobban szeretem azt, amikor krémes tortákat kell csinálni. És elmondom, hogy miért. Egyszerűen a fondant az annyira erős, és ugye a marcipán is olyan, hogy igen, marcipán szerintem már sokkal rosszabb, mert szerintem sokkal rosszabb a minősége, mint a fondantnak. De egyszerűen annyira elveszi a fondant, az ízét minden másnak, mert annyira erős. És ugye azt nem tudod egyszerűen ilyen nagyon-nagyon vékony rétegbe rakni, mert hát valahogy tartania kell magát. És szerintem nem értik meg a szülők egyébként ilyen szempontból, hogy mert gyerek, és akkor izé legyen fondantos torta, mit tudom, mert az olyan, de sokkal jobb és szebb a krémes. És mert hogy akár vajkrém, akár tejszínes krém, de mindenhogy sokkal jobban lehet vele dolgozni, sokkal jobban esik. És gondold el egy ilyen finom, citromos, nyári hűsítő tortát mondjuk, vagy bármilyen ilyen savanykásabb gyümölcsöt, vagy érted, bármi. Sokkal, sokkal jobb szerintem, mint az erős fondant. Se a marcipán, se a fondant. A marcipánt én szeretem, mert van egy édesség, az a Mozart golyócska, azt én kimondottan, hát úgy szeretem, mint csokit. Nagyon ritkán ettem, sőt, már nem is tudom az idejét, hogy mikor ettem, de az úgy finom. Viszont, ja, én mindig próbálom rábeszélni az embereket, hogy ne fondantot, hanem finom, krémes, a tejszínes, vagy bármi, nem, akkor is a fondant, de ugye jó, azt csinálsz, mint akarsz, nyilván. Csak hát, ja. Marcipánt imádod a legjobban? De én is szeretem egyébként a... Ó, mondja Zolcsi. Ó, elveszett a haverja Anurában. Na mindjárt kimegyünk oda.
behúzzuk itt a izéket. Let's go! Meg tudunk nyitni még egyet. Szerintem egy ilyen nekró fegyvert meg fogok izé. Sőm a bundás kenyeret és megkorcukrozom. Hát ez már akkor inkább izé French toast, nem? Akkor rakok bele egy kis fahelyet, aztán kész a French toast, aztán minden. Fondantot rakok rá, persze, jó van már, mit undarítóskodtak. Hát miért most a fahéjes bundás kenyér gyakorlatilag az a French toast, hát az édes bundás kenyér, haló. Bundás kenyeret ketchuppal kellene. Én a bundás kenyeret van, hogy sajtel eszem és tejföllel. A sajt az máskor is volt, és akkor amikor Vibekék itt voltak egyszer, akkor izé mondta, hogy a tejföld is szokott rakni, és akkor tettem el, és ez így csak finom. Hát gyakorlatilag izé olyan, mintha lángos tennél gyakorlatilag. Én szeretem. Ja, én szeretem, ugye frissen kisül a izé, bundikenyér, ráreszelsz egy izé, ráreszelsz egy pici sajtot, pici tejfelt. Nem túrót, baszod. Nem túrót, bazd meg. A tojásba ételízesítőt, meg fokhagyma port teszek, és amíg sül, előre reszelek sajtot, és amikor kiveszem, rakom is rá. Így, én is, csak én nem rakok bele izét. Egy csak a sót szoktam. Ennyi. Jó, meg maximum borsot. Vegetát én annó izét használtam, ilyen házi vegetát, amit a mamám csinált, annó Isten nyugasztalja. Az nagyon finom volt, ő nagyon jól tudott vegetát csinálni, de én a boltit azt nem szeretem, az nekem az csak só.